Néződni. A bot néző! Szia bot néző, hello mindenkinek, GTA, az RP, történnek a dolgok. Azt nagyon szeretném, hogyha megosztanátok a streamet, mert nagyon jó ez a stream. Aki azt mondja, hogy nem, az csicska. Ha! Köszi! Hello! Szia! Azt még elfelejtettem mondani, hogy kijött az új emberücsi, nem tudom, láttátok-e? Sekszájos. Ott rögzítve van, de felkelt olyan emberrel, be is dobja nektek, ha érdekel titeket ez a téma. Elő tudjátok rendizni. Roland, kösz szépen a második hónapodat. Szebió a négyet. Benjamin, kösz az ezeredest. Nem dohányzó a cseh. Ez nagyon fontos. Nem. Azt a ronyba teker, de büdös kurra beget. Nézem, hogy mi a helyzet. Ádi, kösz az 5 hónapot, és a 4-et is nagyon szépen kösz. Kösz mindenkinek. Figyelj már ide! Gyere már, Johnny! De mi a passzomék a könyökölni a szájba baszott dudád? Azt hittem esküvő van. Baszd meg, nem látod, hogy ott éppen néztem, hogy a busz megállóban van egy izmosabb deck, amire még rá lehet slukkolni kettőt? Nem, én nem dohányzottad nagyon jól, de... Bence, kösz szépen! Most jött a busszal... Állít. Én dohányzok. Nem kellett ideinni, miért hívtál egyet? Hát már kirakoltattak innen titeket. Beszélni akartam bele, tudod? Hát... Na, miről? Hát először is szeretném, hogyha bocsánatot kérni, amiért... ilyen olcsón vetted meg tőlem ezt a kabátot, te büdös tojás. $2000 az annyira nem olcsó egy hát dehogy nem. Mondjuk az olasz kabát, ez azt mondták olasz minőségi. Ricsi, kösz az eteurót, Ádi, kösz a 400-at, ami nem is Ádi, hanem a busz is, hát le vagy fagyva, nézem, nagyon szugerálsz valamit, de én már mindent értek. Most mondom, bazd meg, hogy egy izmosabb dekket kerestem a földön, de süket vagy, mert mi a geci? Jó van, hát na. Nem tudtam, hogy csik közel. Kárítok ezt a 281-et, mindig. Ricsi, kösz szépen az 545-öt. Krisztián, kösz! És elmondod, hogy miért jöttünk ide? Mutatni akartam valamit neked. Na. Hát mit? De nem tudom mit megmutatni, egy szűkös utcába kéne menni. Van egy kis szűk baj. Szűk utcába? Hát valahol nem látnak minket, bazd meg. Hát most mit játszod itt a szűz kurvát? Ja. Jó van, tudok egy helyet, várjál. Ilyen kihaltabb kicsit izé néptelen. Van egy kis probléma, amiben szembesültem most. Tudod? Szemedbe sült valami, mi? Mondom, szembesültem. Te mi a passzomban beled? Szopás süketít? Vagy mi van beled, Dick? Hát nem, én nem csinálok ilyet, tudod. Jack, bazd meg, ne tegyél már idegbe, a jóisten értetlen kurveget. Hát már női hormonokkal lövöd magad, hogy úgy kezdett viselkedni, mint egy ázi sárkány. Értetlen kezd direkt, benyomod a lelki terület. Úgy viselkedik, mecskóka. Így azok viselkedek. A csimpánz csöcsök már elkezdenek duzzadni mindjárt, Dick. Nem. Állj már pére balahol, nem hiszem el, hogy ezt csinálom. Várjál már, itt tudok egy jó helyet, ilyen kihalt, néptelen. Még néptelen? Hova viszel, bazd meg? Hát ott... Istenem. Itt, nézd csak. Jó, állj pére. Na, Istenem. Na, figyelj ide. Szeretném, ha kiszállnál, mert... És ezt csak neked fogom elmondani, senki másnak. Jó lenne, ha nem érné bele vissza, jó? Elmondom, mi történt, oké? Na. Igen. Kanapén aludtam, képzeld el. Aludtam igen. A kanapén ott a csöves gecik között, tudod? Azt arra keltem, hogy az a dagadt kurva, az ráült a ceruzára, érted? Mert tudod, akarvakaratlanul is. Úristen. Az van, hogy szétszakad a nadrág. Ez az egyik. A másik, hogy eltelt 10 perc után az a fekete kurva is rágugolt. Melyik? A Maugli? Nézd meg! Megvan dagadva a golyó. Látod? Baszd ki tényleg, baszd a kurva. Jó napok, ezt kívánok! Jó napot!
Jó napot kívánok, én is. Tisztelettel. Beszéltek itt valami olyasmit, hogy eladott maga. Csak úgy döltöm, valamit a barátaimnak egy alkalmat. Jó, figyeljetek ide, ezt a zsongást már most fejezd be. Mi ez a fővárosi nagy cirkusz? Verj a baba, nagy pupos fejezd be. Na hallgassatok el, he? Hallgassatok el? Búcsúj. Hadd beszéljen a főnök, hadd beszéljen. Csendezjen. Ez az Erzsébb. Figyeljen csak ide, öreg uram. Fiatal voltam, de szemtelen sose. Mit adott el a barátaimnak? Mi volt az a kis Camaro, vagy kis amerikai Verda? Hm? Először is. Hogy volt az? Én tisztellek benne. Tudja, hogy mi azért ültünk el? Jó, most megszólalhatnék bohóc geci, mert megy föl a cukrom. Jó? Figyeltek ide, hogy peszültök, mint Jézus a kereszten, baseball ütök itt meg ott. Miről szédültök ti itt? Most ne arra gondoltok. Menjünk csak. Összekevettek minket valakivel, hát. Nem, keverünk össze, én egy dolgot adtam, az elmúlt héten egy dolgot adtam át, azt is egy nőnek, az egy tripper volt, fiam. Tehát, hogy nem tudom, miről van szó. Értesz? Most itt beszéltem. Meg annak ott egy kankó, de figyeljen már ide, öreg uram. Igen? Itt van a barátaim elmagyaráztál, hogy maga eladott egy autót. Érti? Ez sárga. Figyelj és már csak ide. Nem ismerős ez a kabát? Nézze már meg a főnököt. Nézem csak. Hallgassad meg az uramat, hallgassad meg. Ez az én kabátom, király. Ez csak volt a kabátod. Erre csak arra, itt nagyon világos van. Ezt lehúztad a gyereket, te bocskos szemétláda. Elvetted a kabátját. Akkor nem csak volt. Uraim, na így már mindent már értek. Bűnöző. Ezt a kabátot nagyon hirtelen kapjuk ha le. Ha nem itt beszélnénk meg, hanem elmennénk valahova. Így az autóikkal. Na hova menjünk? Hattanjatok mám be. Mondjuk a rendőrségre. Elnézést, az a kisasszonynak miért van bicikli lánc az orrán meg a füle között? Meg lehet tekerni, vagy mi? Kritizáljad a kisasszonyt ott. Ez nem kritizáció, verjebb a pampuska szed. Ennek a nőnek figyeljen már izé, ne akarják lőni, mesterlővész becélozt, egy pont van a homlokán. Azt a kurva tényleg. Na, figyelj már te! Figyelj ide, elbavartam Indiában nevelőtáborba, te nem kritizálod, megértette? Mit küldesz engem? Na figyeljetek csak ide, nem. Valamilyen szar volt ott? Itt valami összekeverés van. Tudod, hogy szépen beszélsz. Pofon nélkül szebb az élet. Én mondom neked, hogy összekeverés. Hát ne haragudjál mám, de én vagyok nem. Itt a főnök asszony. Gyertek, csak üljetek volna a kutyát. Haladjuk, menjünk utánuk akkor. Na menjünk ezekkel a kedves cigány úri emberekkel, meg hölgyekkel. Fele. Micsoda költői kép. Ide, gyere, üljél be, papa. Vidéki bohóc úr. Milyen vidéki bohóc? Hát, ha tényleg úgy nézel ki, most nem rosszul. Tényleg néz ki amúgy. Mint a porondmester a cirkuszba, hát. Most nem tetszik az ön bajszó? Pidjom, vagy hogy... Elsírom. Haladjunk már ott átul! Stílusórákra azért tudok addig, hogy repetálásra szeretnéd, mert... Na. Haladjon a sor, haladj. Valaki beszart itt, érzem. Hát, ez... Nem én voltam pőnök asszonyom. Nyomott magam mellett kéne kocsinkat. Szoptassam taknyosra ezt a láncos popádat. Várjál, mert piros a lámpa. Az nem csak az lesz piros. Itt más is piros lesz, kezit csókolom itt a jobb egybe hamarost. Az már nem lesz piros. Hát ez már izé, gatya. No? Szóval a pőnök, itt én nem adtam el semmit. Úgy nézek ki, mint aki kupeckodik. Én nem, nem lenne valamink amúgy. Hát le vagyok rúgva. Ma mindjárt megbeszéljük, Hicsi. Hicsi? Ez mi ez valami? Harcművészeti nem kiáltam? Nyugodalom van ott hátul, nem osztottam a dalapot. Hát ki a gecit érdekelte, kinek hiszed magad? Figyelj, uram. Először is azért tisztességgel beszélj, mert oda baszok egyet, az kipejled a szélvédőt, bohóc geci. Jó? Rád rúgok egyet, az pőbelegszel, mint lámpánál egy 30 éves lengyel olajkájha. Mi a gecit csinál? Istenem, ezt a csőcseléket, bazd meg. Úristen. Én is voltam cigány, de így nem viselkedtem soha. Az igaz. Mert mi most is az vagyok. Firefighter, kösz szépen. A 42. hónapot, bátya, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Új neve Bözsinek. Hát szerintem találkozunk vele a régi szerepben. Biztosan. Srácok, tényleg nagyon jól esik, hogy megnyomtátok a lájkot, köszi. Tehát mit akarnak közé, Johnny, a kedves roma úri emberek? Benyúlok az orromba, pikát szétkedem a kárpitot. Hát Istenem, bazd meg! Figyelj, de ne húzgáld már itt hátul a fülemet! Márkó, köszépen! Köszépen a szubot! Bocsánat, Kitti. Ösztön. Azért, mert azt hitte, hogy passz, tudja? Mert maga egy passzpej, ezt meg akarta húzgálni. Ezt itt mondja. Igen. Ahhoz van szok, hogy húzgálja a nagy passzokat.
Egy hát pervers férfi. Ilyen komoly méretekkel rendelkezek, uram, tudja, aztán így innen úgy néz ki. Hello, szevasztok. Nem tudom, mi lesz itt most, bazd meg. Hanyan vannak ezek, te jó isten? Kapd el, üssen. Hú, de jó, hogy ezért itt vagyunk a pottyantós, nem, mert pont rám jött a cifra. Hazahoztak minket. Nem kéne kiszállni, uram, mert ez így van. Na mondja, pőnököm. Mi a helyzet? Úgy, jó. Állj meg! Szóztál? Assza, büdös kurveget, ezt a szedetvedet, kurva bandát. Ez hogy néztek ki a jóisten, tegyen harándot? Hello. Gázolját, szóval, hogy volt ez az autó? Még beszélgessük meg ezt még nagy hírben. Se adásvételi ültek is érte a fiatalok, ki kellett fizetni ott minden. 50 ezer dollár volt, hol van ez a pénz? Akciós volt az autó, nem? Akciós volt, jó áron volt. Papírok nélkül. Nagyon jó áron volt. Kis pénzért megyek kivitt. Úgy is volt reklámozva. Hallgassád nem? Úgy is volt reklámozva, hogy földek alatt szőlősben jó lesz. Jöttek a habergyei. Azt mondták, jó. Itt ez az 50 ezer ennyink pont, de nagyon tetszik a kocsi, rádobjuk a kabátot a csöves gecinek. Mondom, jó van, csicskazsák, pattintsad a verjéb arcodról le a kabátot, mert széthelyellek. Az dírdur úgy örültek, mint majom a paszának, úgy ültek abba a kocsiba. Tudtak mindent. Most mi a probléma, nem értem? Pokkal Lucernásba. Hát a szőlősből jöttünk ki, figyelj ide, testvérem, a szőlősből jöttünk ki, ott fogtak meg. Megérted? Hát azért mondtam, hogy te leültek itt a néveket. Hónap. Érted? Én a műanyag lakat rohadjon rájuk az összesre, igen? Nem, ők lopták ki a testvérem, te voltál. Tudjad, hol a helyed? Figyelj, de tudjad, hol a helyed, akkor beszélj, ha kérdezlek. Mi nem loptuk. De te mit erőszakoskodsz, te büdös tojás, ha? Mit kell itt egyben? Ugyasz ide? Napsugár. Ugyasz ide? Felakasztalak azzal a kötéllel itt az oldaladon, megértetted? Jó, dugulj be, mi a kötéllel? Az nem kötél, a faszom. És még bántalmi díjat is kell fizetned, figyelsz ide? Báró pénz. A fiúk megmondják neked, mennyi a bántalmi pénz. Ez bántalmi pénz, érted? Petik össze az ezeres. Ki bántott titeket? Ti bántottatok, a rendőrök bántottak általatok. Úgy látom, a természet is bántott téged, mert mondj, csúnya vagy, hogy pótlékot kéne fizetned. Figyelj, benézsz a spajcomat, rádakasztom. Álljál le, öreg. Jó, ugye becsületbeli eljárásokat javasolok, tisztelettel, hogy itt a kollégában összetűzésben vagytok, itt a banánkabátossal, strigós kabátos pickóba. Itt sporteseményt javasolok. Sporteseményt. Ezt a kabátot azért még meg fogjuk ámbeszélni. Kidabóshozunk. Figyelj, csak hát ne fecüljél be, hát. Itt már a fejedre húzom. Ő már le magadnak erősködsz állandóan. A barátom mondta, hogy melege van. És mondta, hogy ide gyerekem a kabátját, mert rajtam nagyon olaszul állna, és vigyem nyugodtan. Azt mégis kínai lettél. Micsoda, ez nem így kínai. Jó, mert ne, de zúgolódjatok, bazd meg! Ne zúgolódjatok. Oda baszok egyet. Na figyeljünk ide, most meghallgattunk egyet, mit beszél a másik? Figyelj csak, sportesemény, összeütöl ezzel a csicskazsákkal, azt meglássuk, hogy ki mi a helyzet. Érted? Betyár becsület alapján. Figyelj már. De attól még a pénzt ide adod, ugye? Hát, jó, ő volt amúgy, ő adta el neki, ő lopta el az autót, és jövőt adjuk el nektek. Én voltam? Na? Igen. Így gondolod, te csöves geci. Na elmondom, mi volt, jó? Tehát akkor 50 ezer dollár itt, és most különben a bökő repül. Mondom, elmondom, mi történt, te bohóc geci. Elhallgatnál? Mert most van tényleg a cukromezer. Vérnyomásom 3 millió. Gyere ide, hogy volt, mondd-e? 100 báron vagyok. Érted? Szétrobbanok mindjárt. Figyeljetek, az volt, jött ez a csöves geci a sárga kabátba, azt mondta nekem, hogy gyerünk, Tavesz az unokabátyámnak a kocsiját el kell hozni. Én meg tudod, jó hiszem, hogy barátok vagyunk, meg is engedtem, hogy bekapja a passzomat egyszer, minden. Szerindultunk, beült a kocsiba a csöves, a filctól szakálló verjébb geci, aztán... Érted, ő adta el a csöves haverjaidnak. Azért van rajta a kabát is, mert azt mondta, nem elég az 50 róka. Azért nem, dobják rá a kabátot. Dehogy nem. Azt mondta, ez a passzokó volt. Hogy nekem jó lenne ez a kabát, nekem adja ajándékba. Na most őszintén, mert a haverodat így ismered, hogy ajándékba odaadja ennek a csövesnek? Ne vicceljél. Nekünk is van ám egy ajándékunk. Figyelj, itt áll hátam mögött. Meg egy izét, hableányos tökőkutat, csak azt nem tudtuk már elvinni. Kutyának meg már van egy. Fogd be a szád, kék uraftyumon.
Adjad neki. Na szóval akkor sport esemény, plusz 50 ezer dollár, meg a kabát, és akkor így játszunk. Meg a kiszállási díj. Egy. Meg a kiszállási díj, arról nem is beszélve, hogy 5000 per fő. Na, figyelj csak. Mindjárt számol, ide hosszá szúrozzá, rájössz a lényeg. Nézd, ezzel a csövessel le tudjátok brusztolni. Hányan vagytok, azt meg tudod mondani nekem? Ába, te figyelj, nem erős. Számtamból sose voltam erős. Ami na, hát ez az. De sokan. Úgyhogy sokat utaz. Megértetted? Mostan az. És spartaljak, annyian. Na, akkor a sporteseményt, akkor rendezzük meg azt a sporteseményt. Figyelj csak. Majd én adok neked egy számlát, ide adott készpénzbe, te számlaszámot nem tudod. Na jó, elmondom, mi van, a sporteseményt megtartsuk, ha te győző igazodban, ha mi győzünk, akkor nekünk van igazunk, és te fizetsz nekünk, mert föl kell mérni most a sportesemény helyszíneket. Így mondjátok, hogy ez hogy meg működik. Meg kell rendezni ilyesmi. Tudod ezt, hogy működik, papám? Na? Itt, ha egy bajban van, megy mindenki. Bazzik, te ilyen egy lakó vagy. Azért érted, hogy most már azért mindegy, hogy hányan vagyunk, de sok. Figyelj, csak jöhettek sorba, ketté húgyozlak titeket, mint egy izé, ott felejtett hó ember. Éjjj, de nagy a szája neki, meglátod. Aztán őt meg úgy meghasszol, hogy ez szarja magát. Fáradjad előre. Karfiolosra fogom baszni. Csak mondom. De nem, milyen öreg? Te kiről beszélsz? Itt a piatal ember. Menjél csak, bokszol le vele. Most már üssél magadért, hogyha rántottad. Gyere vele, nem be. Gyere te passzopó. Hát a gyomrodat kitépem. Hagyjál neki. Addig én ezzel a hölgyeit. Szia hölgyeim. Na figyelj ide, 50 ezer plusz a kabát. Te be egy kicsit hátráljunk, mert uraim. Menjetek már a büdös repkes görbelábú kurva anyátunkba. Tisztelettel. Tudja tudod, hogy jött. Lakatos mellom Brando. Te ne fenyegessed, ott ez az enyém, hát. Figyelj csak. Na, de beszéljük meg először. Kiütlek, ha gyerek. A gádzsit rommá fogom baszni. Csak mondom, összeszarja magát. Álljatok hátrébb, mert is kapni fogtok egy malavot. Mondjál már valamit anyát. Nem ukorom, ezt, nem állj, nem gyarmatok. Hallgass el, te nem szólalsz meg, világos? Pérpia között. Nem adok engedélyt. Helyi nyerek, mit adó öreg? Ha te gyersz, bekaphatod a passzomat. 5 másodpercig, mert addig nem számít buzulásnak. Jó? Figyelj. Na készen állsz? Na haladj. Pem! Mi van, passzopó? Az az, üssed a buzit! Üssed, gyerünk, mi van, itt van egyet! Te is kapsz egyet, te dagad geci! Gyere, te tüdőpej! Leszed te kurva! Mit csinálsz? Pusztultok el mind a hányan vagytok? Pám! Nézzük. Nesze, neked is kijárt, faszopó! Gyertek, már bajban vagyok, hát nem látszik! Gyere, te csöves geci, megbaszom az anyátokat, ahányan vagytok, faszopó! Ahányan vagytok, a rákész a gyomrotokat, buzi! Pusztultok el, pele! Nesze! Elég lesz, ebből most tanultak. Gyere ide, csak sárga kabát, figyelsz ide! Nem most sobat tűnt! Mi van? Menekülsz? Mit menekülök, te csöves geci? A rák meg ez dagad geci, megmondtam, passzopó. Tessze te köcsök, te is kapsz, elárultál te patkány geci. Szopjátok ki a paszt. Tahányan vagytok, jöhettek sorba, pel! Gyertek csöves gecik, mi van? Bocskos szemétlánál. De mit tartasz fegy, mert te kinek hiszed magadat? Szomorítsa meg a jó Isten! Hát, nincs pasz alattatok! Beszéljük meg! Csak fejesz már be! Álljátok be! Bíró is felett végzett maga, de mi nyertünk szerintem. Így van, ki lett itt a pélbrigád? Szerintem nagyon rossz a szemel. Spártai vagyok, bazd meg. Szóval aztán a boxot azt vittük. Így van. Marad a kabát, jöttük 5 per rongyal. És pluszban rádobjátok azt a kurvát, gyerünk te kurva ibe a kocsiba. És azt a kocsit is elviszünk. Látni, és jobb eled, hogy hát jól nyugodjál már, te meg. Nem féltek a víztől. Hát most erre mit figyelsz ide, azért túl sokat ne képzelj már magadról itt nagy hirtelen. Mielőtt még állom, megcsapkodom. Na tényleg, egy kicsit ki vagy büszkőve, csöves, azért vegyél már vissza. Na látod már meg a barátod is megmond. Így van, nagyképű geci vagy megint. Azért figyelj már oda a szavakra, hát. Így is
Figyelj már, Zsemi, nem rossz volt, a téged akarlak kihúzni a szarba, hogyha már elloptad azt az autót, és elásoztad ezekre a szegény, tisztességes cigány emberekre. Köszönjük szépen. És most így beszélsz velem? Figyelj már ide, te csöbös. Mik lesz neki? Én azért rendeznék még egy sporteseményt a biztonság kedvéért. Hiába tündökölsz, hogy te adtad el az autót, te rohadt táruló geci. Az nem igaz. Kabátja is rajtad van, dehogy. Így volt ez. Ez a buzi a te. Te ne emeljék kezed! Te mocskos szemétláda. Állítottál a sportesemény. Öreg víz. Mit hazudsz? Figyelj, én nem oficiálkolni. Mától kezdve, véged van. Mától kezdve te, neked holnap nem pütyül a rigó. Te víz, hazamegyünk, el lesz áróba. Hát biztos lesz benne. Hallod, öreg ember, egy rosszat szólsz, golyó repül a lábadba. Figyelj, de te nem viccelnek. Figyelj csak, te neked meg a szádba repül a golyó. Kettesébe. Figyelj, a jobb herémet kigyújtam csak a te szádra. Na igen. Igen, mit akartok? Leszoptok? Lepogtok? Vagy mi lesz? Nagybedők. Ha? Mondjátok. Hajjál levél ember! Elhívjátok már, csináltok már öregel valamit, nem bír magával, az 50 000-et adja idefele. Figyeltek csak, hogy te voltál, mert te is gyanús vagy itt nekem itt a háttérbe. Ne tegyél úgy, mint hogyha nem. Ne tegyél úgy, mint hogyha nem emlekezett hozzá. Figyelj csak, ő volt. Na a kabátot meg kab le hirtelen, azt adjad vissza a gazdájának. Kabá le a kabátot, a kabáhozat. Na hát ezt jöjjön. Te kell úgy üzlet volt az. Nem üzlet volt az, mondom, leveszed a kabátot, már adod is. Beleköptünk a tenyerünkbe. Kérjél bocsánatot itt a becsületes cigán pérpiaktú. Kérjél bocsánatot, ha még elvetted a kabátjukat. Kabátot elveszed, kabátot leveszed, adod vissza. Nem szégyellette magad? Szociális munkás vagy. Úgy szerettem ezt a kabátot. Csak ide. Na azért mondom. Ahogy nézel ki? Figyelj csak azt, hogy... Töreg azt mondja, hogy figyeljen már ide. Jó rendben. Hol van az az 50 000? Amúgy az nem 50 000. Ott van nála. Mi pénzt fizetni kell. Nézd meg most, gyere csak ide. Menne buziskodni, mert tudtam én. Ez most így tör lesz az 50 000. Lehet most perkálják le az 50 000-et. Lekiplizik. Lekiplizik a haverotokat. Vigyázzatok vele, mert nagy húsevő, őszintén mondom. Ami van, irigykedő, öreg ember, mi? Figyelj csak, te megmondtam a férfiak közt, nem szól azt. Hallok is le magad. Álljon meg. Figyeljen ide! Igen? Még egy ilyen, ha csak egyet hazudni. Nézzétek már milyen állam. Mert már mostan azért már, bűzlik ez a szöveg, érted? Az olyan szájos sereg fogva felugrik a homlokára. Figyelj már ide! Figyelj csak! De nem érdekel a szarság. Figyelj már, csákány álló bohóc. Cigány szaga van? Hallgass el, mert egy ne fenyegetőzzé, jó? Na figyelj ide! Nem otthon vagy. Ne hazudod rá, ne hazudj tisztességgel, becsülettel megkérdezlek, hon az 50 000 dollár. Állabad. Ennél a férfi. A kabát, akinek a kabátot levette, azon. Jó, hát figyeltek ide, nem kell neki egy lábú, én úgy érzem. Kabát zsebében van. Nem a kabát zsebében van. Nadrágjában van neki. Nadrágjában van. Szóval nálad van az 50 000 dollár. Kabát zsebében, aztán a kabát zsebében. Hát figyelj ide, én rádúszítom az asszony, te. Én állam van? Kabát zsebében még a májkrémem is eltűnt, teszem hozzá. Hogy van állam annyi? Hova tetted a májkrémem? Most már májkrémmel is jön. Te még azt is megetted, hát? Megette még a paszt is eszi két kézzel rohadék. Egy kiló kenyeret is adjál mellé. Hova lett a májkrém? Haladjunk, haladjunk. Hol a pénz? Addig én nem mentek sehova, hol a pénz? Figyelj csak! Te undorítod, te baszni akarsz? Nem szégyellett magam, Jézus! Nézzétek át a zsebüket! Nézzétek át a zsebüket! Na nekem kell, mert nézd a zsebüket! Ide rakta be a kocsiba, van! Végülök be! Szálljak itt be meg! Én szállni! Hát nem kell neki az a hüvelykúj, há! Nagyon tetszik ez a kocsi, há! Jó, figyeljetek ide! Elmondom, mi van! Most azt látom, hogy becsületes cigány emberek vagytok, lehet veletek alkudozni, jó? Na, odaadom az 50 000-et, de akkor ezt a kocsit odaadjátok. Hát olyan... De tartozol, azt mi adjuk, kocsi. Figyelj ide, még rádobsz egy 30-at, azt megbeszéljük, figyelsz ide. Úgy megbeszéltük. Megmondtam, 30 000-et még rátoltok. Megmondtam most itt, ne alkudozzál, nem a piacon vagy boxos. Komo, jó? Dobjál rá még egy 20-as tiéd. 50 000-et adok, és akkor elpercük egymást. Sérelmeitek. Deszkát annyi, hogy levesszük. Az a durvam, ne fogadd el, hát ez hülye. Ne legyél már. Figyelj, mert te milyen cigányok vagytok, hogy az asszonyok diktálnak itt te. Te hogy engedheted ezt meg magadnak? Látnám, mi van alatt, ha nem kérdezik. Szégyen behozza az egész familiádot, te. Bocskos gyerek. Na, odaadom az 50 000-et, de először megnézem, hogy a műszerpa hány kilométer van ebbe? Na, szállj ki fele. Hány kilométer van ebbe? Ne, mit ugráltok, hát üzletelünk nyomorékok. Hova pegyberesztek állandóan? Na?
Jó menjél így? Menjél bele van nálad, uram! 50 000. Jó, uram, 50 000. Odaadom, gyere, gyere, bohóc geci. Odaadom neked. Ház ajándéka a kocsimnak. Na figyelj ide! Add ide azt az 50 000-et! Na gyere, arrébb akkor. Add ide azt az 50 000-et! Papper, te itt hallgassál hátul, majd én tudom. Hát de maradjatok már itt a jóisten, basszom meg mindannyiótokat. Pincsi gecik. Hát így nem tudom odaadni a pénzt neki. Gyere arrébb be. Mit tanítottam nektek, á, viselkedjetek már rátok, vágok akkor át. 50 000 van nálam, kereked. Ezt a nagyanyám törökültem, pőtörtem, persejt, mindegy, megyek magamnak egy kocsit. Te szívtelen geci. Figyelj, de majd elmész, azt kérek, gec. Mint a talpas pohár. Gyere már, papu. Be kell szállni a kocsiban, mert ezek búziskodnak. Leszelje, itt van, számold meg. Nagyon szépen köszönjük. Ne, szerencsétlen brigád! Kívánjuk, hogy legközelebb is csináljuk valami hasonlóan. Na. Valaki elvette az ajtóba. De azért a biztonság kedvére én nem bánnám, ha eltakarodnál innen. Kussan aztán még a későbbiekben, ahogy találkozunk. De akkor ezt az autót megbeszéltük, igazán. Veszten áll! Szevasszó, káró! Sziasszó! Várjám, ne hagyjál, itt elbújtam a budiba. Szia, bohóc geci! Hadd menjenek! Hadd menjenek! Öcsém, ha! Bazd meg a defektes a kerék. Figyelj csak, nem vagy te egy kicsit kap be a faszom? Rám kered az egészet, te büdös köcsög. Hát te meg rám kented. Na jó van ezért, ennek azért lesz a következményei. Ezt ki kellett volna jobbra, rossz irányba megyünk. Jó van, kussoljál, jó? Majd én azt megmondom. Majd én azt tudom, csóba megyünk. Beszélj akarok veled. Hát haza kell mennünk, tudod. Jó, de először beszélj akarok veled négy szem között. Fel kéne, de nem, ez most az a baj, hogy itt tűnünk félmesszenül egy kiállt helyen. Szálljál ki, légy szíves, hogy beszéljek veled? Szállj már ki, legyen szíves, jó? De, ne hagyj itt! De mit csinál? De, most a barátodat itt hagyod? Milyen barátomat, te köcsög gyerek? A rákész a gyomrodat. Te így elárulsz engemet? Ha? Nem más a csomagtartó. Másszál akkor. Tosi. Mondjad, merre kell menni, te csöves geci. Ez egy jó ver, de amúgy ez geci menőző. Ez is ki kellene volna egymásért állnunk, érted? Hát egymásért? Te földobtál a harmadik percben. Te rohadalom. Milyen harmadik percben? Te rám kented az egészet, meg... Tizé, csöves kukoricáztál. Én csak az igazat mondtam neki. Persze, az igazat. Hogyne. Te ötleted volt, passzopó. Merre menjek? Hát hova megyünk? Hát ott tudja a geci. Tönkre. Az öreg lányhoz. Gondolom oda, akkor itt egy jobbos. Így van, utca végén balos. Nehogy, menj haza. Nem. Nem hagyhatom itt szegény. Megérdemelte volna ez a büdös bozik. Így van, mész egyenesen. Kereket remélem kicseréled majd, ahogy megállunk, jó? Persze, ez a tudod, autószerelő vagyok. Gumis, villanyszerelő. Hogyne? Egy haszontalan gyászkoporsó vagy. Hát mi megúsztuk, nem? Egyben vagyunk. Jó, hát elbuktam a kabátomat. Jó, jobbos. Igen. És itt is vagyunk balra. A kereket cseréljed ki, pele légy szíves, jó? Ha már kihúztalak a szarból, rohadék. Közben most, ami Ricsi, szesz, hogyha van a személyes elletén itt, igen, jó van, de most hova mész? E-mailben lehet. Várjál, egy elhugyaszhatnék, bazd meg, vagy talán pogni akarod a passzomat. Csak kérdezem. Nem, az dehogy is. Úristen. Na, jó van. Cseréljem addig a kereken. Hát de nézd meg! Nagyon tök, szépen tök köszönöm! Viki, nagyon szépen köszönöm a $30! Nagyon szépen köszönöm! Peti, kösz a 281-et és mindenkinek nagyon szépen kösz! Srácok, ha tetszik a stream, dobjatok egy lájkot! Sokan írjátok, hogy miért RP-n van mindig! Délután, holnap délután, kedden és csütörtökön nem RP szokott lenni! Gyertek 5-től! Köszönöm, hogy elmondhattam ezeket! Amúgy is, be kellett volna ugrani a tengerbe, Johnny! Ezek a cigányok félnek a víztől, ezt mindenki tudja. Hát akkor miért nem ugrottál be, te csöves gyász? Mondtam, hogy ugorjunk be, te meg ott rohangáltál. Jó, van, szobd le magad. Szépen.
Most bemegyek és eláslak mindenkivel. Nem lehetséges, hogy ma velem, Jari, ez így nem tudom. Hát elárultál te büdös patkány. Itt árultalak el, én húztalak be, aki a szarba van. Ha már csak ti hiányoztatok. Maradjál, gyere csak ide! Jack! Jack, ne húzzál el, csak kitöki! Jack? Hol van Johnny? Nem tudom hol van. Bent van a házba? Nem hiszem. Hol van Johnny? Gyere ide elén, te mocskos geci! Gyere ide, hol vagy? Hol vagy? Akkor én elsétálok, hogyha nem... Hol vagy, te mocskos geci? Elnézést, bocsánat, uraim, jó napot, viszle! Sziasztok! Jó napot, jó, én nem tudom, azt hittem, hogy nem ti vagytok. Sziasztok, mi a helyzet? Gyere csak befele Johnny a házba, gyere! Azt hittük, hogy betörők. Jézusom, azt hittem, hogy lakótelepi szatír szövetsége megtámadott, de azt nem láttam, hogy induljál befele a házba, de kurva gyorsan. Ez a most nem vagyok jó kedvemben, Johnny. De mi a baj, kakilni kell? Van WC. Haladjál már. Ne idegeskedjem, uram, főnök. Főnök kapitány ezer. Gyertek. Fülek királyom. Miért idegeskede? Foglaljatok helyet, kértek valamit? Ültessétek ide le Jacket meg Johnnyt. Üljél oda. Oda. Üljél le. Jack, üljél le. Üljél le a diványra. Üljétek le, légyetek szívesen. Megy már, de te mit lökdöső, te büdös köcső? Na ne, ne verekedj! Bocsánat, elnézést! Halló! Véletlen volt! Halló! Hogy véletlen, itt elduranjon a Los Santos-i izé betonhattyú? Na, üljetek le! Na. Johnny! Nézd csak! Meséljetek nekem egy kicsikét, légy szíves, hogy mégis mi a faszamat csináltatok? Micsoda? Mikor? Ma? Mikor? Hát ma kivertem kétszer reggel, rárántottam, aztán jöttél, találkoztam ilyen izékkel, ilyen roma urakkal, aztán bizniszelgettünk, mondtam, hogy a rész most mennyibe kerül. Hogy hívnak engem, Johnny? Magát? Lucerna őrmester? Luciano. Kapitány főnök. Luciano. Ja, bocsánat, Luciano. Az. Check. Jó van. Jó napot. Akkor hallgatom, ha már nem tudtok emlékezni, akkor segítek egy kicsikét emlékezni titeket. Igen. Van egy olyan, hogy autó és azt ház. Valamire emlékeztete ezt titeket? Á, semmi. Autó, gazdagság, óvoda. Pénz. Ezek ilyen jelek az óvodában. Szex. Nem. Kettő darab autóról van szó, Jézusom. És egy házról. Hát az egy teljes vagyok. Ne Jézusom hozzá, most nem ugrik be amúgy. Hát én se nekem. Mi van belük? Monopoly? Figyeltek rám egyáltalán amúgy, valamennyire esetleg sikerülni fog. Baszik, én az érettségén nem figyeltem így pörnököm, hát ettől lett kosztus pörnököm. Johnny, vattam kúló! Figyelt rám, Jack, esetleg te figyelt rám? Hogyne. Na, hát akkor hallgatlak. Hova tűnt az autód, Jack? Milyen autó? Ami nálunk volt. Ami hát nálunk meg, volt. Bassza meg, nálatok volt, elhagytátok. Ne de miért beszélsz így Jack. A főnökkel, popot basszatok le neki. Jack. Te szemtelen geci. Jack. Ne köntörfalazzunk meg, ide kibasszott felezzenem a kezedet és le fogom vágni tőből. Figyelj, Luciano úr, az autóm nálatok van, nem? Elvittétek. Így van. Megbeszéltük, teljesítjük a feladatot, visszakapjuk. Kapom, a lófasz kaptam vissza, mondtam, hogy vigyázzatok rá, benne legyen a kék izé is. Eltad a kék Wunderbe amomidó volt a tükrön. Így van, Jack, volt még neked tartozásod, még közel sem kaphattad volna vissza azt az autót. Hát így van. Nem ezt kaphattad volna vissza. Te hálás nem is kaptam vissza. És eltűnt. Így van, eltűnt. Hogy van eltűnt az autó. Úristen. Johnny, üljél vissza, nagyon gyorsan üljél vissza, mert veled még nem beszéltem. Elnézést, kapitányom. Jack, te is üljél le a picsádra. Ja, üljél a szaros picsádra, a szétbaszottra. Milyen érdekes, hogy egyfolytában kérdezgettél minket. Kussoljál már el, Johnny! Figyelj csak! Először is... Ne figyelj csak hozzá, mert te kezdet is leszabom egy-két szóból. Én leszabdosul már. Méretre vágom, ha túl kicsi, vagy túl nagy. Az van itt, ami túl nagy, de azt nem kell lebágni pörnököm. Na, akkor csönd legyen egy kicsikét. Mert még veled is van beszélni valom. Na szóval, Jack. Milyen érdekes, hogy egyfolytában kérdezgettél minket, hogy hát te mikor kapod vissza az autódat. Hát persze, már látom szeretném az autót. Azért egy pedofil geci, türelmetlen. Mit ad Isten, egyszer csak eltűnik egy másik autóval, amire nekem nagyon fájt a fogam. Hova lett?
Köpmászájkban. Nem lehet. Valamit erről. Mi? Én? Hát én... Igen. Semmit. Hát miről beszéltek? Ez pontosan, amire nekem nagyon fájt a fogam, és én nagyon megszerettem volna venni egy jó barátomtól. Az egy sárga, az melyik az? Fekete hemmikuda volt. Úristen. Fekete hemmikuda? Sose láttam ilyet. Sose láttam ilyet. A biztos nagyon szép kocsi. Uh-huh. Uh-huh. Milyen érdekes, hogy ez az én garázsomba állt egyébként, ez a sárga-fekete hemmikuda. Főnök, és mellette állt a fekete Camaro is. Ami viszont Jacky volt. És eltűnt mind a kettő. És milyen érdekes. Nem tudod, hol van most a kocsim. Nem. És esetleg ti erről tudtok valamit? Figyelj, csak soha nem láttam ilyen sárga fekete izéket. Én itt ültem figyelj a kedvenc könyvemet. Jack, tedd ki ide az asztalra a kezedet. Tedd ki ide az asztalra a kezedet. Lucián úr, figyelj már. Tedd ki a kezedet, te popázzál, tedd ki a kezed. Rohadék. Lucián úr, beszéljük meg itt ezt. Vágd a kezét a gecibe. Kurva anyám! Nem mondjál már ilyet. Ja, bocsánat. Basz. Figyelj már. Ne tessen izért. Nézzem már meg, milyen autó állt a felhajtó. Utoljára fogom megkérdezni. Na, hol van a kocsi? Kérdezem meg. Válaszoljál, te rohadék. Van a sárga fekete hemmikuda és a fekete Camarod. Hát nem tudom, ott nézze meg egy ilyen ütött kopott szarral jár. Meg Márlapkezik, rohadt geci. Nem. Várjon meg kicsit, nem. Kapitány. Tehát most nem azért mondom, nem. Mr. Lucerna, bocsánat, hogy közbevágok. De azért ilyen erőszakosságokkal azt gondolom, jó, hogy nem jutunk elő. Johnny, tedd ki te is a kezedet. Én nem tudom kitenni, mert lebénult. Játszunk egyet. De lebénultam. Figyelj, kétszer játszottad a... Figyelj, attól lepele, le vagyok bénul a pőnök, nem látja? Nem érdekel. Kétszer nem tudom megmozdulni, segítség. Amikor bocsánatot kellett kérjél, akkor mindig elájultál. Aztán azt mondtam, hogy takarodj el, akkor hirtelen jobban lehet. Elnézést, Lucerna, maga ilyen megablomás passz, hogy arra verik ki a passzát, hogy valaki bocsánatot kér, vagy mi? Igen, erre. Arra? Az ezt jó. Szoktam élvezni, tudod? Az király. Problémát, hogy én ebben élem lőlömmel. Na hát nem, csak én nem akarom, hogy rám hokizzon pőnök, mert az undorító. Nem vagyok buzi. Az tényleg, az nem jó. Nem szabad ilyet csinálni. Johnny, mit is a... Figyelj csak, én megmondom őszintén, hogy a rák kiesze a gyomrát ennek az árulónak itt. Ennek a pérpidak. Ki a... Szerintem igen. És tudja még... Na szóval. Így van, közben meg. Akartam akkor mondani. Akkor most játszunk egyet. Aki hazudik, annak szépen az ujjától elkezdek haladni fölfelé. De sok... Az a Johnny, hogy a ház, amire te feltetted hát a vagyont, vagy amikor te kölcsönt kértél a banktól, Dávid, köszönöm, az kétharmadban a én tulajdonom. Te ezt tudtad-e? Aha. Egy pillanat türelmet kérnék az én most magától, hogy átgondoljam az életemet. Tudja? Lucerna őrmester. Százados. Ne lucernázzen, ne lucernázzen. Megmondom őszintén, egybe szétbaszták bármelyik öltöket. És ezt őszintén mondom. Jó? Hát... Luciano úr. Az meg, most lejárt a villanyóra, az is feltöltös. Nem töltötted pől? Nem, hát miből nincs pénzünk. A kocsimat elvitték. Passzomat nyomjam babam rusnya papádba. Dávid, kösz az ezrest. Igen. Itt lesz egy kis szünci, mert akartam veletek valamiről beszélni egyébként, és örülök, hogy lesz egy kis szünet, meg abban lehetőségünk megbeszélni azt, hogy bekapod a pászt! Szia! Restartul a szeró, ütemezettem valami, úgyhogy csak várunk egy picit, és megyünk vissza. Hello, Csákány, szevasztok, hello mindenkinek, csá, nagyon szépen kösz a támogatást, srácok, nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen a szubokat, meg mindent. Nagyon-nagyon köszi. Na, nem tudom, hogy megye még, remélem, hogy nem füstöl le, mert akkor aztán lenne igazi a szomorúság, mehetnénk faszt verni élőbe. Hello. Jó. Szia, vodnéző. Igen, hello. Már a szerő is unta ezeket a ballonos geciket. Nem, jó karakterek egyébként. Csak negatív karakterek. Ezért sokan nem szeretitek, de jó az az egész sztori. Én szeretem. Sokan egyébként most nagyon elkezdtek sírni az RP miatt. Srácok, nem szeretitek az RP-t? Hát kérdezzem meg.
Itt van 5000 ember most. Ez mind utálja? Hogy hogy van? Hadd kérdezzem már meg ezt. Tisztelt atyám, szia! Nem szabad szurkálódni, mert a kislányt ismerik. A sztori szerint ugye nem lehet itt be kell simulni. Most az a nagy helyzet. Szia Zsizi, szevasz testvérem, hello! Online előrendelésben van most az új üdítő, ami a seggszájjal kapcsolatban működik. Köszönöm szépen! Szintia, kösz szépen! Nagyon szépen kösz mindenkinek, Carlito, neked is köszönöm. Rollin. Szia! Én leszarom, mi van, csak legyen streams. Köszönöm Szabolcs, nagyon szépen köszönöm. Hello mindenkinek. Nézem, most megint lebetegedtem miattatok, bassz meg! Hello. Bocs. Közben megverik a többieket. Most a vodnézők látják teljes pucértalanságában az öreget, a streamen pedig nem. Várunk. Ákos, kösz a 200-at. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szia, szavasztok, csá. Rász lesz-e? Szerintem igen, holnap délután simán előfordulhat. Akit egyébként nem érdekel az RP, javaslom, hogy a délutáni streameken kedden és csütörtökön 5-től van stream, ott tud lenni, ott soha nem RP van. Nagy tisztelettel mondom. Tomasz, kösz szépen az ezrest, köszönöm szépen. Hiányzik a régi RP, nézd vissza akkor a legutóbbi vodot. Nekem is sok minden hiányzik, mindig azt hiányzik, ami nincs. Egyébként ez általában így működik. De hát, ez ilyen. Szevasztok. Kár, hogy Kodi nem játszik benne. Gondoltam, hogy valahogy bele kéne pöccinteni Kodit, vagy a Kodi karakterit. De Kodival nagyon sok jó ötletünk van, és jó ilyen offline videóval kapcsolatos dolog fog történni, szóval ez van. Régi RP jó volt, de ez már vontatott. Én szeretem ezt is. De el tudom fogadni, hogyha valakinek nem. Ákos, kösz szépen a szubot, de lesz olyan, mint a régi RP egyébként. Nem kell beszárni. Úgyhogy annyi. Én élvezem mindet. Lakókocsit nem tudjuk eladni, mert nagyon szegény az öreg. Köszönöm. Ma van a szüli napom. Napom. Örülök neki. Lakókocsit nem adjuk el, mert szegénység van. Köszönjük. Nagyon köszönjük neked. Ákoska, nagyon köszönjük neked. Valaki meg azt írja, hogy jobb, mint a régi. Ez meg. Armandóval tartjuk a kapcsolatot? Nem tartjuk semmilyen módon a kapcsolatot vele. Ez a nagy igazság. Kapu, kösz szépen az 1,7 millió forintot. Szia! És köszönöm szépen a donációdat. Az öreg nem mafiózó, de állandóan szenved, csicskítva van. Úgyhogy ez van. Jokerrel együtt nem, már nem összevesztük nagyon. Nagyon összevesztük mi most itt. Hello! Patrik, kösz szépen a 200-at. Meg kell várnunk mindenki, srácok, az a nagy helyzet. Amíg itt újra feláll az egész brigád. Teljesen megújult a fazmofobia, hallottuk, igen. Én a demonologisztot jobban szeretem, megmondom őszintén, köszönöm. Atyám jó, köszi szépen, hello. Más játékokkal, amikkel még nem játszottál. Ádám, én megmondom őszintén, és tényleg őszinte vagyok. Én el tudom fogadni saját magamat ezekkel a tartalmakkal. A állandó elégedetlenségtől viszont okádnom kell. Tényleg. És nem bántásból mondom, nyugodtan nézd mást, hogyha ez már számodra nem érdekes, tökre megértem, de van, akinek meg érdekes, akkor éppen nekik szól. Köszönöm, hogy meghallgattál, és köszönöm, hogy elmondhattam. Köszönöm szépen. Köszi szépen. Legyen meg interjú. Rendben, élőben. Rendben, Máté. Legyen szobad. Köszi. Matthew, kösz szépen a 2005-öt.
Nagyon aranyos vagy, köszi. Szexi, köszönöm. Úristen. Hát te valami TBC-s pöldökön, vagy mi van? Elszaladjuk a patikába? Na, nem szóval, ahol is kezdtük. Szarházi. Tedd ki a kezed, Jack. Mind a kettőket tegyétek ide ki az asztalra, légy szíves. Na jó van, de jó, kiteszem, tessék, igen. Na, igen. Szükség. Na, amelyik ültök hazudik, a másiknak a kezét fogom levágni. Szóval, ha én hazudok, akkor az ő kezét vágja le. Igen. Ugye? Aha, de ezt lehet, hogy átbaszlak és levágom a te kezedet. Szóval ezt nem lehet tudni, ezt majd útközben fogom eldönteni, hogy hazugsága történt vagy sem. Tehát akkor az első kérdés, az ugyanaz lesz mind a kettőtök felé. Viktor, köszi fel a 10 dodot! Tűntek az autók. Jó, én válaszoljak, vagy ő először? Vagy ki? Nem tudom. Hát szerintem válaszoljon, nem tudom. Papírolózzuk le. Hát válaszolok én, pörnök. Nem tudom, hol a kocsi. Jó, oké. Okay. Adrián, köszi a 2-t veled. Én soha nem hazudok, pörnök. Akkor én egy kicsit itt a pengét, ezt itt megreszelem Jacknek az ujján, óvatosan. Na, de nem már. Nem hazudunk, tényleg nem tudjuk, hol az autó. Nem hazudunk, pörnök. Adrián, köszi a 2-t veled. Maradjunk annyiba, hogy legszívesebben egyébként itt fejeket vágdosnék, mert a kétharmad tulajdon részembe azt a házat odaadtátok a banknak. Az... Szóval... Luciano úr. Előbb még lucernáztatok össze, viszont már Luciano úr vagyok, már megy a... hívtam, én mindig megadtam a tiszteletet, jó? Én hagyd kérdezem, és a kocsimból a izése maradt, majd a kék Wunderbaum. Nem Wunderbaum dobták ki véletlenül, mert ezt nagyanyját örökölte csoró gyerek, aki már meghalt. Ez egy antik Wunderbaum volt. A mamáé volt. Így van. Ez egy gyűjtői Wunderbaum. Nagyapja még használta a háborúba, T-55-ös tank közepén lógott ezt akkor. Jó. Tényleg így koreai háborút megjártam. Jack, Johnny. Igen. Ibekkurt ideges vagyok, szóval ne hozzuk már egymás idejét. Utoljára fogom megérdezni. Bőnököm, hozzak egy nyugtatót, van itt van. Lett a Hemikuda és a Camaro. Nem is tudom, mi az a Hemikuda, a Camaro meg az enyém. Tehát most így igazából van. Én lehetnék itt ideges. Ja. Így van, tiszta ideg. És milyen érdekes. Rendes idegben van. De ugye ki van őszintén. Hát mert szétbombáz az ideg, érti? Persze, bassza őt hátulról. Csak én belülről idegeskedő típus vagyok. Így van, eszi őt, mint a izé. Na most szar ki a picsáját, kiette neki a szarra lyukát. Ezért olyan ideges. Adjál már egy izét. Egy popon, basszál már le neki, pörnök! Ne, ülje vissza le, Johnny! Popon! Hát de szétfel az ideg már. Dávid, kösz a 900-t, Andrea, kösz a 4 hónapot. Amúgy te miért vagy félmeztelenül? Így van, mert buziskodik. Áldom, buziskodni akar. Megmondom őszintén, pörnök. Johnny, te tudsz róla, hogy ő miért félmeztelen? Így van, tudok róla. Miért? Hát mert jöttem itt hazafele, az kint petreng a pöldön, mint egy bolás kutya. Mondom, te mit csinálsz, te büdös köcsök, hogy basszam rongyosra azt a retkes görbe picsádat, te szomorodás. A szem válaszolt. Rácsaptam egyet. Nyújtsd ki a karodat, Johnny. Hát most Johnny? Nem tudom, lebédult. Nem te, Jack. Ja, nyújtsd ki a karodat, te pélmeztelen buzi. Mert... Így van. Le kell vágni. Mert a Johnny hazudik. Nem hazudik. Én hogy hazudnék már, hát rohadjunk amikor... ki a gyomrom. Tudod, ki vagyok, ugye? Figyeljétek, Luciano úr, figyeljétek. Tudod, ki vagyok, ugye? Már hogy ő tudja, vagy én? Most mind a ketten, tudjátok, hogy én ki vagyok. Ja, de hogy akkor most mind... Ja, persze. Én ki vagyok? Maga? Ne feszüljél rám. Ja, mit feszülsz? Popon te ki! Mit feszülsz? Hiszen van róla orvosi papírom is. Jó, na szóval akkor nagyon gyorsan lehadarjuk. Akkor gondolom, tudjátok azt is, hogy nagyon sok kapcsolatom van, és nagyjából tudom, hogy mikor, hol és mit csináltok, igaz? Igen. Felesége tud róla. Igen, most ez bajos. Például. Igen. Na, szóval... Hetero kapcsolatok ezek? Tedd közben ki a karodat, légy szíves. Tedd ki a kezedet, Jack, te szemtelen geci. Tedd ki a kezedet. Ja, szedd ki. Tudod, Johnny. Bevallod, hogy hol voltál? Figyelj ide. Miért vagy félmeztelen? Elmondom magának, mi történt. 5. 4. Levágom. 3. Elmondom. Akkor mondjad. Na, úgy volt, hogy jöttem haza. Befordultam az utcába, és a csövesek szétdobálták itt a boros üveget. Jöttünk itt a izében ezzel a lelakott fagyióval, mert már csak ezzel tudok járni, ott elvettétek a kamarómat. Jöttünk itt a izével, a Johnnyval, és durdefektet kaptam. Így van, ez igaz. Nézzék meg ezt a izét. Így van. Láttad ezt a hurka pálcika karokat? Jó, hát pörök. Nem tud kereket azt cserélni. Gondolom, hogy itt az igazság pillanata.
be kellett másznom a kocsijanál, és ne kellett cibálnom róla ezért, mert rá volt már rohadva ezért kerékanyal, érted? Jó, elmondom, mi van. Jó, tényleg fejezd be. Anderson, hazudik ez a geci. Hazudik. Anderson meghalsz, a véde vége a mesének. Bocsánat, Pőnök, elmondom, mi történt, jó? Mert azt látom, hogy most már tényleg az itt elszórakozott ez a kis csúnya hazug pérpi. Ez a pérpi hazug pérpi. Pérpi. De itt az ideje, hogy kiderüljön a turpisság. Jó? Tehát szeretnék... Mondjad már, légy szíves! Mert én is kíváncsi vagyok. Szeretnék jelentést tenni, hogy a gépjárművek hol létéről nincs fogalmunk. Jó. Köszönöm. Oké. Okay. Előbb-utóbb úgyis elő fog kerülni. Nagyobb probléma, Luciano, hogy hova kerül. Nincs fogalm, hogy hol a kocsim. Hát előbb-utóbb elő fog itt... kerülni, és ha most itt kamusztok, és ha most itt kamusztok, hazudtok, és csak... Azt hiszed, hogy hülye vagyok, maradjál csöndbe, hallgassál végig. Ha hazudtatok nekem, és kiderül, hogy hazudtatok, nagyon-nagyon durván le lesztek szopatva. Viszont akkor Johnny, Jack, téged most elfelejtettelek. Takarodjál egy kicsit arrébb. Menjél ki a fürdőbe, cigizzél egyet, leszarom. Cigizzél, te rohadék, te hazudt deci. Ha kamusztál, úgyis te leszel szopat. Így van, kurva anyád. Mondja Pőnök. Na ide figyeljél, Johnny. Igen. Kicsit megbögdössem a... Ne leszurkodjon már. Ne leszurkodjon már eddig. Nem megszurkodlak, csak kicsikét így. Megbögdöss, kérlek. Hát nem minek mit bököd engedet. Igen? Voltál egy bankba, amit én... felajánlottam neked, hogy menjél egy bankba, fizess ki a kutyát, a kis lányocskádnak. Igen. Boldog legyen. Igen. De arról nem volt szó, hogy az én kétharmad részben tulajdonomat fogod feláldozni azért a $10,000. Na most azért hozzájárulnék, és hogy... És most a bank... Igen. Elvitte az én tulajdonomat miattad. Na jó, azért ez nem így néz ki. Nem miattam, akkor, jó? Meg amúgy is az a filmesztelen geci már így is elég nagy szarba van, csapjuk hozzá az övéhez. Érti? És akkor nem, köszünk, megmarad a jó Johnny. Kapcsolat. Johnny, de nem, ő csináltad. Volt, ő biztatott jó engem. Kapcsolat. Jó kapcsolat. Hogyan köszöntél el te múltkor tőlem? Nem tudom, te vesz baktáló? A kórházba. Nem emlékszek. Amikor több pénzt kértem, mert úgy beszéltél a leendő feleségeddel, vagy a faszom se tudja kivel, mint hogyha seggedből rántottad volna ki, és na elmondtam, jó, figyelj, hogy a nőkkel nem beszélsz. Majd én azt eldöntöm, hogy beszélek, mi vagy te, szociális munkás vagy mi? Értem én. Hát akkor a feleségemet... Én ember vagyok, aki... Igen? Na, miért egy férfinek így kell beszélni? Mondjuk igaz, te nem vagy férfi, te egy utolsó himringyó vagy, aki konkrétan felajánlja magát, csak azért, hogy ne kelljen fizessen. Igazam van? Senkinek nem ajánlom föl magam. Figyelj már ide, te pápa szemes buzi. Hát kiültek a hajadalom. Ezt nem magának mondtam, Pőnök. Lássa azt a képet? Tessék! Lássa azt a képet, arra, azt a szemezős belezőset. Hirtelen eszembe jutott egy emlék, bocsánat. Szóval, figyeljen csak ide, el akartam már mondani magának valamit, hogy mi a helyzet. Minden jó? Pörnök. Na figyelj ide akkor. Tomi, ez a két. Nagyon-nagyon felbasszantottál ezzel a cselekedeteddel. De nem én voltam. A maradék pénzen, amivel még tartozol, igen? Azt kurvára megadod. Hogy a passzomban? Nem a banknak, vagy nem valami, tudjam is, ami... Csitri-csutri tartozásod van, a ház miatt tartozol még egyébként. Megoldom, simán. Van egy csomó mindenféle dolog, amivel meg tudom oldani ezt. Most beadtam az önéletemet a izéhez, a kukásokhoz. Oda járok dolgozni 8 órában, napi bejelentéssel. Kajapénz, ruhapénz, minden. Jól van, oké. Ezt már hallottam egy pár szor meg, hogy megette az asszonya izé a pénzt. Az egy nagy kurva, ez megeszik minden. Majd mit mondtam? Mondom, ez egy nagy kurva, megeszik minden. Jó, akkor már $2,000-ra emelkedett megint csak a tartozás. De elmondtam, most, hogy a nőkkel szépen beszélsz. Most 2000-re gyöbök? De. Himringyó köcsög. Figyelj csak. Figyelj meg ide. Nem. Nem 2000-re jössz. Hát akkor menj be. A tartozásod plusz $2,000. De a tartozásodat majd megtudod. Tudod? Plusz 2000. Utána kéne járjak, hogy mennyi hiányzik. Utána kéne kérdezek egy kis dolgot, főleg a könyvelőmnek. Jó van. Nincs megcsod nekem a munkát. De himringyó fasz, te. Na, figyelj csak, ez tényleg tisztelettel beszélek azért. Én beszélek tisztelettel, azt mikor neked kéne bocsátat kérni tőlem, mondom, az már nem beszélek, én beszélek tisztelettel. Hát nem érdekel, hogy te kibeszélsz, te nekem ne beszéljél vissza, mert levágom az ujjaidat.
Tehát ne bagdorozzál, mert itt mi van, hogy csemege pultos voltál Tesco-ba, hát? Hogy bagdorozva állandóan, most figyelj ide! Vagyunk be a viszonyban. Mi a faszom az a Tesco? Nem Tesco-t mondtam, hanem boltot. Érted? Honnan jöttél? Milyen bolt? Aprikában. Miről beszélsz? Közért. Közért, bazd meg. Baddalogszam, de figyelj, Johnny, nagyon kiátszod itt a pakliaidat, és kirántod tőlem a gyufát, de figyelj. Én nem vagyok, én nem dohányzom. Neked, ne tedd, mert azt a Hosentroger faszról a két szóból levágom, bazd meg. Azt te. Az tényleg a maga érdekében a külön. Jó van, te himringyó, még találkozunk, aztán majd hozom az összeget, jó van? Jó van. Büdös köcsök, innentől kezdve ez a baráti kötelékpek, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy, meg mivel foglalkozol, ez most megszakadtam, eddig ki nem fizetsz. Meg nem tudod, hogy hova tűnt ez a kettő kulcs, kocsi. Figyelj csak! Hát meg a stusz kulcsok, de figyelj csak hozzá, jó? De gyere közelebb, belárulom neked akkor, jó? Jó, jelentkezik. Ha megütsz, véged, miért ütnélek meg dig? Te hogy ütlek meg? Mondjad akkor, hallgatlak. Csak hogy kérdezni akartam, hogy... Gyere, kérdezzél. Hogy azt mondta nekem a Jack. Igen. Amikor rólad beszélgettünk. Igen. Hogy mikor gyerek voltál, kabicsukat dugdostál a seggedbe, hogy a barátaidnak pályon a fasza. A kurva szádat te! Mert mondom, hogy hát állj már! De mondom, ezt a Jack mondta, Dick, te most mit tudsz el? Hát de ezt ő mondta? Így van, hát ezt ő mondta. Hát nekem el kell mondod így? Hát most mit képzeltek ti magatok? Jobb, hogy őszinte vagyok, nem? Azt mondta, hogy a passzod a daráspészembe dugtad, hogy nagyobbnak tűnjön. Ezt mondta. Ezt ő mondta. Így van. Jó van. Oké. Okay. Kérdezz csak meg. De mit kell ütni engem, bazd meg? A becsületedet féltem. Érted? Becsületemet félt. Jó. Megbefele a barátod belé. Luciano tényleg, úr. Tényleg te mondtad azt, hogy én kavicsokat dugdosok a seggembe, hogy ha a seggbe dugnak, akkor az fájjon a másik. Ki? Én. Ne hazudjál, most terítsed a lapokat. Dehogy nem, ne hazudjál. A mai napon mondtad nekem ezt. Még petrögtél a kocsi alatt. Ne hazudjál, csöves! Bajjász itt! Nem mondtam ilyet most Luciano. Ráadásul azt is mondta, hogy nem sima kis kabicsokat, hanem nagy viakolorokat, hát! Zsalukövet dugtál lyukatba, azt mondta nekem. De nem utogassál, mert levágom azt. De Johnny, ne hazudjál, mert ne kenjél már rám minden. Bazd meg, én őszinte vagyok. Csönd legyen egy másodperc, ha légy szíves. Hálám a tortozó a pőnöknek, azt kibeszéled. Érdeljél le és kérjél bocsánatot. Azt érdeljél le neked az anyád. Nem azt mondtam, hogy az anyád. Azt úgy mondtam, hogy falám. Nem engedi a palám. Eddig ahányszor megkértem, hogy kérjem bocsánatot. Mindig, jaj, rosszul vagyok, jaj, elájulok. Azt mikor mondom, hogy takarodjon a szemem elől, akkor hirtelen beszélsz... jobban lesz, felpattan, azt már fut is. Hát néha, hogy leesik a cukrom, így van. Narkolepsziás vagyok. Az aszmarohama, akkor elő az aszmarohama, bocsánatot kell kérjen. Jó van. Na látod, epilepsziás is. Jézusom. Köszönjén is van. Jelentkezni fogok. Péter, kösz az 5000-re. Kösz is ki. Elálljunk. Kurva, te. Rosszul vagyok. Johnny, jól vagy? Gyertek. Johnny, jól vagy? Még jelentkezek. Figyeltek ide, mert... Ja, mi a baj? Úristen, nagyon rosszul vagyok. Úristen, Johnny. Jól vagy? Jobban vagy? Ja, kihívja a mentőt. Nem kell mentőt hívni, ne szirénezzel már, nyomjam a füledbe. Mit? Jól vagy? Nem vagyok jól, bazd meg. Az nyomjad a füledbe, megint buziskodsz, te himringyó, te. Jó, mert nem kell irigykedni, kabátos köcsög. Luciano, te. Lucerra. Köcsög, te. A rákegyek a gyomrodat, te pusztulat. Te tésztazabáló geci. Te macskazabáló kurva. Így az agyádat basszam grillcsirke poszba, te retkes geci. Pusztuljál el hónapra. Mindenki álljon, csak te feküdjél az agyád őtöztessen sírva, te! Bocskos geci. A kurva anyádra! De... Bocs, de elrogudj. Johnny, most már kezdtem, hogy belőled elegem lenni. Ez miért? Figyelj, itt ilyen szexuális abúzusokat kell elszenvednem tőled. Te voltál közel. A cigányokkal is beizélsz, és most már még ilyeneket mondasz a Lucernának, hogy köveket dugtasod a segélyben. Ezt én nem mondtam, ezt csak kitaláltam, mert akart kompletus. Jó napot! Ja. Szevasz, Prank! Ő találta ki. Sziasztok! Jó napot! Dikki, ez a múmia, há? Fiatalasszony, jó napot! Jó napot kívánok, megérkeztünk nagy Sebelobba. Egy a Nettinek, a Lilinek a nagymamája. Azt a kurva, milyen homlokos pinája van neki, Dik. Kis kezű csókolom, hogy te... Hogy hívnák magát, kezicsuk? Nyugodtan megpuszíthatja a kezemet. Nagy csak a kezét? Nagy voltam annak idején. Fugába nem lehet benyalni, kezicsók?
Nem lehet begyolni. Hű, azt a kurva gát. Nem értettem, mert tudjad, nem hallok már jól. Ide jövök. A pirájába benyolhatok, kezű csókolom. Nekem. Ez a soron, kicsit szebben viselkedik. Kicsit nagyot hall, hogy öreg néni. Majd valamikor lehet róla szó, majd jó, csak a gyereke, gyere, a gyerek előtt. Hát igen, az hát jó, van, de hát most én suttogtam, de azt mondja, hogy nagyot hall, hát bazd meg, akkor mit rajzoljam le neki? Hát belelepetjelhetsz akkor neki felől. Hogy vagy? Na, ne nézzél rá, mert megáll a fejlődésben. Lilikém, mi van pia? Kedvesen, hogy letenni a Lilikét egy pillanatra, mert... Beszélgettünk a Nadival. És nem mondd el, hogy miről beszélgettünk, mert átverek. Gyere csak, Lilike piam. Nem lesz cumi. Gyere ide. Majd a nagymamá kap egy kis cumit majd. Mindjárt. Igen. Na, azt mondta, nem kell neki az én cumim, mert hogy azt már sopogatjam. A nagymamának az én cumim kell. Csak azt nem értem. Így van, hogy a Johnny barátom majd ad neki egy jó cumit. Van, hogy Johnny bácsinak is cumia? Persze. Fogálok, milyen cumia van? Hogyne lenne. Csak az nagyon tetszene. Azt tudom, hogy te élvezdét, te kis kuncu. Én csak tarhonyást ihamért ismerek. Én tudja, melyik cumit szerettem? Az én vagyok, tarhonyást ihamért vagyok. Ő az, tarhonyást ihamért, így hívják. Van nem Johnny? A török Terminátor tarhonyás, Tihamir térfigyelő kamera. Jó. Titus. Akkor nem Johnny? Gyere csak, Frank, piam. Pátéhes vagy nem. Menjél Frank a izével, Tihamir bácsival. Gyere Frank. Szia kicsi Lili, merre voltam? Figyelj csak. Mi a helyzet, jó vagy? Persze. Hol van az a nagy dagad disszó anyát, merre van? Ő most dolgozik. Jó, figyelj csak. Képzelj el, Johnny, hogy anyát most felvették, ilyen, azt hiszem, több műszakba. És akkor most nem csak reggel dolgozik, hanem ezt is. Tudod, mit sajnálok? Mit csodál? Azt, hogy tudod, anyádnak szoktam mondani annak a nagy dagadt kurvának, hogy csináljon nekem egy májkrémes kenyeret. Ja, érted? Azt hittem, hogy az, hogy a Lili nem jön hozzám feleségül, mert azt biztos. Én sajnálom. Az biztos. Mert megkérdeztem tőle. És még azt akartam tőled, tehát tulajdonképpen veled megbeszélni, mert úgy gondolom, hogy már vagyunk egy jó viszonyban, hogy a zseppénzügyileg hogy állunk? Van egy, tudsz mondani egy balanszot? Pénz? Az mit jelent, hogy mennyi pénzem van? Aha, mennyi pénzem van neked most? Leveszem a táskámat, megnézem. Igen. Van most $312 nálam. Emlékszel, hogy a múltkor adtam neked azt a gumibarátot? Ugye emlékszel, kispajtás? Igen, de azt kifizettem, nem? Hát persze, csak azt elfelejtettem mondani, hogy ez bérlet. Hát, hogy ez nem végleges. Tehát az a helyzet, hogy itt újra fizetni kell. Jó, hát pont most volt a szülinapom, és most kaptam a $312. Na, figyelj csak. Szülinapomra. Figyelj már, Johnny. Várjál meg picit, mert beszélgetek a gyerekkel. Várjál már, most ez fontos. Igen? Megtudtam valamit. Jó, egy pillanat türelmet kérhetnék? Egy másodpercet. Nagy pornószínész volt. Igen? Pornó filmekbe szerepel. Azt a kurva. Mit tudja, milyen filmekbe? Ilyen, ezért, művész. Martin, köszönöm. De én nem dolgoztam ilyenekben, én színésznő. Figyelj csak, Frank. Hát azt mondom én is. Figyelj, füledbe sugom. Nem, én ezeket nem csináltam. Hogy akkor 300-ot adjál, maradnál a 12, és akkor lebagyunk tudva a hétre, jó? Tényleg? Persze. Hogy hívják a macidat? De és akkor mi lesz az új gőtészkában, amit meg akartam venni? Hát most kell az a gumi barátnő, vagy nem? Érted, döntsd el. Jó. Hát az is jó egyébként a gumi barátnő. Martin csinálta 300-at, jó? És fiam áll neki, meg azt nem csinál jól. Figyelj csak! Ne csinálj bal, én nem akarom, hogy bajba kerüljél. Figyelj csak, a kurva anyádat! Most azonnal eljár neki, kenjél nekem kétszeret kenyeret. Jó? Megmondtam. Gyere ide! Figyelj csak, te lúnya, gyere csak velem, te mit? Beszélgessünk ebben, nyilván a sorokba. Rád berek egyet, neked te is kapsz egy briost. Nekem ne hadonáztál itt. Figyelj csak. Ha már így összegyűltünk, igen. Ez igaz, hogy kis kezicsó szeretném bemutatkozni. Kezicsókolom. Tarhonyás. Tarhonyás, szexisten. Terminátor vagyok. Hallottam, hogy ez volna az ő neve. De most így bemutatkozok magának. Jöjjön már ide a szobámba, nézze meg, na. Mi az eredeti? Én ezt most közlöm el önnel, hogy igen? Semmilyen piszkos dologban nem megyek bele, mert nagyon komoly dolgokra jöttem beszélgetni.
Ma, figyelj már ide, most én úgy megbaszom magát, hogy ketté szakad. Összepossa magát. Nem fog engem megbaszni, mert bár nekem nem is fér be oda semmi, tudja már, hogy összeport. Hát mindegy. Én másért vagyok itt. Igen? Akkor halljuk. Igen? Ugye a Lili nagymamája. Igen? Hát feltételezni velem, hogy ön az a puka. Így van. Jól gondolom. Igen, az pérték egy maga, vagy mi? Hát nem vagyok pérték egy, csak hát nem kellett volna így bemutatkozni, így elém tárulni, hogy én lennék az a puka, meg ilyenek. Hát ugye ide én bemutatkozok magának, szemét kilöki a passz. Érti. De maga most szedje már össze magát, hát maga nem tud viselkedni. Mi az, hogy viselkedni? Hogy beszél, mi az, figyelj, csak amíg az én házamba eszel, vagy bagyol, fejezd be, betközzél le, mert tényleg szájba verlek. És a kezdpővel a cukrom. Te itt próbálsz belőkerekedni? Ha? A Lilike. Igen? Mondta a Lilike. Tiborsz, kösz szépen. Hogy egy putvarban, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, tudja, már nem beszélnek a fiatalok nyelvén. Azt nem látom. Tudom, milyen viszkóban kell élniük. Micsoda, nézzem már szét. Mert maga eljátszotta a bankon a házat. Figyeljen már ide, mumja. Normális maga. Nézzem már meg ezt a patika kérről, tehát ki intézte ezt, ha? Hát nem maga. Még egyszer. Figyelj csak ide. Figyelj csak ide. Ez itt, ez egy patika kégli. Milyen putriról beszélsz? Hát nem, hogy nézd már, megpajálek... nézd már körbe, hogy milyen nagy a kosz. Hát lerakom a kezemet, egy 5 centi kosz rajta marad. Erzsia, mondj igen. Hát milyen viskó ez? Figyelj, csak lepajálek, mint kurva körhintet. Pejezd be most már is. Nekem ne adjad itt a izé nagy stop kurvát, mert alád berek, azt megszédülsz. Kérje bocsánatot? A gyerekkel mi lesz, hogyha majd megbetegszik a penésztől? Milyen penésztől, te csöves? Nézd már meg. Elverni. Figyelj csak! Te kezdesz, te pőkérdezel engem? Hát de magyarázatot kérek. Hát kérje, csak nem kapsz. Menj az utamból, te múmia. Le kell szarni a gyereket, ugye? Erígy az utamból, megmondta. Meg fog betegedni. Te szájon báglak. Apa. Gyere csak ide, Lilika, hagyd beszéljek veled. Gyere be fel a szobába. Ne hallgassál rá, mert hazudik az. Gyere kis sárnyom. Apa, kimegyünk sétálni a kajó. Hát szerintem őt nem jön az apádok, mert nem az apád. Ne, apa. Hallgass már, mumja, tényleg pejössz be. Egy, ő az apukája. Hallod, izé. Igen, sosem volt az apád. Gyere már ide kicsit. Bazd meg. Figyelj már ide. Te hol szedted össze ezt az őskori leletet? Hát bazd meg, ez még obodába járt. Tínók elő kellett szaladni az udvaron. Hol négy szedted? Tínós néni. Ő a Nadi. Fejbe se, apa. Énekeljek neked. Na, énekelj meg. Ezt beszéltáljuk. Mi a helyzet? Tanultam új éneket a mesébe. Na. Happy kacsa, te vagy az új havely. Kicsi kacsa, tiget se jelent. Te valami, Zsabó, nagyon jó vagy. Komolyan mondom. Nagyon ügyesen énekez, kisjányom. Hogy jött ez a... Van még? Mondjad. Nem tudok most újat. Ezt tanultam meg csak. Figyelj csak, nagyon kis ügyes vagy, tényleg nagyon tetszett nekem ez az éneklés. De ezt a nagyanyádat, ezt tényleg el kell pattintani innen, fiam. Meg a lelkemet kiszít a rohadt dementor. Éreztem, hogy táplálkozik. Érted? Igen. Ez egy energiabámpír volt. Az hát, egy lélekszopó. Azt mondta, hogy sejepelt fémekben a Nadi, és... Jártuk ugye, a bajsos néni mutatta a múltkor a... Igen? És... ugye a néni mutatta a bajsos néni a bíkózó csupasz néniket meg bácsikat a tévében, és kérdeztem tőle, hogy ő volt az Edith néni. És mit mondott? Hát nem mondtam, mert... Figyelj csak, vannak ilyen filmek, tudod? Megmondom őszintén, sok mindenről nem tudsz. Vannak, amikor nénik állnak az út szélén, tudod? És várakoznak. Tudod, kik azok? Obó nénik, hogy ne szaladj ki az útra. Szóval lehet nem hallotta. A nagy bajnok volt faszverésben, igen. Még az is lehet.
Rempemperem. Nagyon szépen köszönöm, srácok, a támogatást. Tetszik a stream, nyomjatok lájkot. Mindig csak a negatív hangok hangosak. Lehet imádni. Háromra! A streamet! A Lilike nagyon aranyos. Fú, nagyon bírom. Nagyon bírom. Imádlak, atyám, kösz szépen. Ez az. Ez az, bébé! Lehet, hogy ez a jelen? Mert én ezt most össze-vissza kenem. A lebegőt pedig csak tüdőre veszem. Apa. Mondja, fiam. Hogy vagy, apa? Szia, kis Jan. Szia! Figyelj csak! Krisztián! Szia! Te most mi történt? Apa, hol vagy? Itt állok előtted, há? Hol vagy, apa? Úristen! Apa! Testet cserétünk, Dick! Testet cserétünk! Nem veszed észre, milyen magas vagy, Lili? Hű, de jó képű vagyok az anyámat, innen arról is. Azt a büdös kurva eget. Figyelj csak, Lilike! Iten, apa? Ne ijedjél meg, figyelj csak, most kicsit Iten. Föl kell nőnöd a szituációhoz. Rossz testben rossz lélek, tudod? Jó? Jó széljek. Bizony. De ne csak bepele, megkínállak valamivel, piam. Bedek. De ne árulkodj-e. De szép kis kisbaba! Szia! Szia! Kutyuli, kutyuli! Kutyuli! Szevasztok, buzik! Mi a passzom van itt? Normálisak vagytok? Ne guggoljatok már le! Ki ez a kislány? Ő öreg! Figyelj csak, ő a kislányom! Mi? Ez de! A te kislányom! De nem beszéltek észre, hogy... Hát amikor beszél, akkor... Pazd meg, nem látjátok? Adjatok pár cigit, mert szembírom ezt az ideget! Ne zavarjatok! Öreg! Mi ordít a néni? Figyelj csak! De most cigizik a... Mi? Már! Micsoda? Pejezd már be, mert szétbaszlak, Lajos geci! A rák a gyomrodat, ne szirénázzál már! Jó, leülnétek a kibaszott kanapéra, üljetek le, légy szíves! Jó, de péljél, Lilike! Üljetek le! Üljetek le, mint! Mi történt? Mi történt? Erzsi, hogy szopjam be azt a nagy picsádat! Hát mi van veled? Joker! Úristen! Figyeljetek már ide! Baszd meg, testet cseréltünk! Ezt csak az filmekben láttam ilyet, Dick! Há, menj már rébb, Lajos! Öreg, mi van veled? De most mondom el, te süket vagy, basszam a gyomrodat! Oj. És a lábad között mi van? Olyan cuki azzal törődjé. Most az öreg, hát? Figyeltek csak ide! Milyen cuki ez az öreg? Menjük! Eljjjem a tévét! Figyeltek ide! Úristen, tényleg te vagy az? De most... Mondom, hogy lelket cserétünk, bazd meg! Most már az értelmiségén vagy! Ugye már ide! Megsimogatlak, öreg, de én is megsimézlek, jaj, de jobb a bőröd van, úristen! Erzsi, figyelj csak, Erzsi! Pillanatra jönnél? Én leszek az anyád, kislány! Erzsi, figyelj csak! És akkor te most... Látod, hogy bajba kerültem, igaz? Melyobba menjek, merre menjek? Megszopt... Hát te ki vagy, szia! Éhes vagyok, megszoptatsz? Megszoptatnál? Éhes vagyok. Hát akkor valami csikar meg abba a szottyat csöcsökből. Maci? Ki vagyok éhezve? Neked van macid? Nekem van ott a macim. Mondjad, Erzsikém. Figyelj csak, mert kislány testben vagyok, de 40 centis homlokos pinabevágásod van. Légy szíves, takard el, mert nem bírok a véremmel. Oké? Okay? De most ezt az öreg mondja. Olyan madaszkodott, mint így.
De most, hogy nő vagy, most már együtt lehetünk, mint nő a nő. Fejezd már be, te hülye vagy. Hát jó, de normális vagy. Kislányként. De az öreg vagy, nem? Pacsar már valamit a szottya csöcsöbből, mely éhes vagy. De úgyis a szerelem. Gyere, megetetlek, lehúzom a pacsomat. Erik már paszomba trajó, tényleg. Ne cici! Nalika, hozzad már neki ezt a vacsit. Jó, hozom. Beszarok. Hát ugye, ha innen kiveszem azt a cumit a szádból. Lilike, mi van, Pia? A fiúk megcikiztek. Figyelj csak, ne törődjél velük, gyere kicsit ki, légy szíves. Jövök. Gyere ide. Valamit tudnod kell, jó? Igen. Szóval nehogy, hogy hozzád érjenek, főleg az a kapafogú. Tudod? A kapafogú? Igen, azt elreszed. Figyelj csak, minden rendben lesz, Lilikém, ne aggódjál, jó? Nem tudom, mi történt. Szar került a palacsintába. Tessék, Lili, megtaláltam a mackót. Köszönöm, de apa azt mondta, hogy nem jött csak a zsejembe. Hát de miért? Lajoska, pusztuljál innen, légy szíves. Takarodj el, gyerektű. Jaj, de cuki vagy, öreg. Erigy már paszomba, te! Te engem nem egyéből! Hát fejezd már be magad! Kis baba kezed van, öreg. Majd mindjárt belebaszok egyet a fejedbe, azt akkor nem lesz a vidom. Légy szíves, menjél be, jó? Te rohadt szemét. Jaj, ereszel, ereszel! Megmondom, ereszél, te csöves! Kiütlek! Bocsánat! Apa, nézd, maci! Nagyon szép macit van, Lilike, fogja csak, jó? Vigyázzál rá! Mindjárt jövök. Gyere, befele! Emeld meg, he! Emeld már a fejet! Figyeljetek már ide! Figyeljetek már ide! Csövesek! Nem lássátok, hogy itt egy mágia dolgozik? Egy cigárrontás? Így van. Erigyél, hát egyél, leszomorítson meg a jó Isten! Jó, ha nem kerekből is jelnek, ne raklak, na! Erigyél már! Erigyetek most, mert itt normálisok vagytok? De cuki, ez az öreg! Lehet, hogy az öreg éhes, aztán adni kell neki valamit a kumis üvegbe. Figyelj, lehúzom a bugyimat, jó? Lehúzom a bugyimat! Öreg! Igen? Nincs tele a peluska, kicseréljem el! Amúgy, de beszartam. Kajak beszartam, angittet mertem, kimart a lyukam. Légy szíves, tegyetek már tisztába. Kis csávóba, hát. Kis Lilike, jól vagy? Leszeded a pellenkát, azt ott van a 40 centi. Ez olyan, mint a vimes doboz, gyere, bedd már ki alólam, hát. Ki eszi a picsába? Jó, maradjunk egy kicsit, ne bamoljunk. Van egy, én nem hiszek ebbe. Szerintem itt, ez most valami kandi kamera. Én azt mondom, viszont... Az Erzsébetnek támadt egy ötlete, Erzsi... Unliszenzet, kösz szépen! Mondd el! Mi az ötleted? Mit házzel, te hülye kurva? Gyere ma mondja, nekem tudtál Újba. Beszélni! Hát így van! Egy ilyen, hogy hívják ilyen hippi táborba. Hippi tábor? Bebasztunk meg ilyen. Az igen. Kis tuki vagy, Hát ott is volt ilyen lélekcsere, és szerintem elátkoztak téged, öreg. Jó, akkor légy szíves, valamit cigányátok levételre, azért fizessen. Nem emellek, öreg, hogy... Lajos, eriszél el! Megmondtam! Te ne emelgessél engemet! Lajos! Nem vagyok imbírnyomás! Honnan ez a sámár? Tedd rá a vállamra, Lajos, a kis... Tedd rá a vállamra! Várjál! Ez milyen sámán? Ez a szupa sámán? Akkor hívd már fő! Úristen, Lilike, a levegőt! Nem lesz olcsó, az biztos, azt most megmondom nekem. Jó volt, Lilike? Nem lesz olcsó. Lilike, eldoblak megint, gyere! Lilike! De figyelj, Márzsi, van pénzed. Ki tud segíteni ezzel be a helyzet? Megint megállni, cserélni, Lilike, mert itt kicsi idős valami. Figyeld! Alád merek, mindent megteszek, jó? Amit szeretnél. Hát de ne ezzel a testeddő, mert ez nem kő nekem. Hát az kő? Ha? Hát a nagyobb, hát... Lajosra nincs... Figyelj! Nem, tere! Hold a bak megint! Ezt a buszit! Repülőp! Kilő mindenki! Nézd meg hát! Szerintem a Joker tuti buzi. Igen? Repülőp! Az! Figyelj csak, nézd meg el! Mekkora passzom van, te nézd már meg, még így is, hogy dudorodik. Joker, a Lilikének meg kéne nézni a... Nagyon jó volt! Be vagyok szarva!
valami van. What sort of a bicikli? Mit a pirpi bicikli? Segítene? Nézd már meg, vagy nézd már ki. Nem, nem, nézd már meg te, jó? Vagy nézd már ki. Megnézem. Tudom. Le kell tenned Erzsébetem, mert most érzem a lábam, hogy nagyon szaladok. Öreg! Segítek már, én tisztában akarok! Sima bőre, te! Gyere csak! Joker, te állítsd le magad! Tegyél, megmondtam! Miért? Hogy vigyek, valami kis cuki bébi lettél végre! Erősszél már el! Nagyon szép a szemed most! Azt a kurva hát! Jó van, itt van most, hogy Joker! Ezt nézd meg, ezt a faszt! Nem, én nem akarom nézni! Lajos! Ne, ne nyisd a szádat, hova hajolsz, ne hajolgassál! Jó, ne! Jó? Apa! Igen? A mutatója van elkezdem bérizgálni! Ez mi ujjában között? Az semmi, az egy bibi. Jó vagy? Sérülés, ha. Az csak egy sérülés. De majd meggyógyul. De a pici fogdossa egy ilyen adobjes! Azért, mert megduzzad, mert nagyon pály. Ne fogdossad, te fejezd már be! Jaj! Istenem, bazd meg, a gyereket megroncsáltad, de komolyan. Erzsi, gyere csak velem! Ezek kiganályozzák az öreget? Gyere már! Kizárja a szemedet, Lajos! Mindjárt! Jó, ez nagyobb, mint az alkarod kétszer, ha. Fordulj csak hasra! És támaszkodj a korfára! Ezt már szeretem! Figyelj csak, Lajos! Pékezd már meg a tranyót, légy szíves! Kurva nagyot basszál már le neki! Homoszexualitását most éli ki! Most még kaptam kúpot! Nem vagyok beteg! Ez nem kúp! Állj le, tranyó! Üssed a buzét! Tranyó! A rák ki ezt a büdös köcsöt! Állj le! Azért ez azt mondja, miért kaptam kúpot? Te is vagyok beteg! Lilike, gyere! Yes. Jó, gyertek, mennünk kell! Zárjátok el azt is, hogy a testemet a tranyom elől, a büdös buzi! Lilike, ne sírjál! Ereszél már el, Lajos geci! Mondom, ereszel! Gyere, Lili! Úristen, alig le... gyerek vezet! Üljetek már be! Popádat bepogjátok, büdös köcsögök! Szállja ki, te nem vezethetsz! Megállj a rendőr, mit mondod? Öreg, na, Igen? Nagyon fáj. Gyere csak, Lilike! Üljél be ide mellém! Jövök, apa! Figyelj csak! Jöjjél ott, a kislány csak az ölembe ülhet! Beled ki lesz taposva, tranyó, erre most készülj éppen! Na gyerünk ma! Igyekezni kell! Nem, miért? Gyere, Erzsikém! Jó, mit vagy Lilike, gyere, bekötöm az övecskédet. Gyere a csomagtartóba, Erzsi. Csomagtartó. Köszönöm. Szutykok a csomagtartóba ülnek. Elbeszélj majd, nem látod, hogy a gyerek ül mellettem, kurva anyád. De most igen. Kurva anyád. Így van. Na, Lilike, nem szabad így beszélni. A kurva életbe baszd meg, hogy nem lehet normális sem viselkedni a gyerek mellett. Ne beszélj csúnyán. Ahogy is megtanulja valakitől, nem tudom, mit ízéltek. Ha itt megtanulja, de itt nem tanulja meg, akkor majd az iskolában úgyis megtanulja. Menjék oldulni. Most nem tudom, hogy mi történt amúgy. Öreg! Lilike, mondd, hogy kurva anyád. Igen? Kurva anyád. Azaz. Ne, Lilike. Csapjátok már szájba, azt a rohadt Erzsébetet. Én azt hittem a gyereket, már mondom, mire? Mi mit akarsz te tőlem? Milyen érzés újra fiatalnak lenni? Figyelj csak! Amúgy el tudnád mondani, hogy mi történt pontosan, öreg? Ha? Igen, arra kíváncsiak vagyunk. Figyelj csak, mentünk, jött velünk szembe egy ilyen pogatlan iző. Egy ilyen pogatlan cigányasszony. Mondtam neki, hogy mi van veled, úgy nézel ki, mint egy teleposott búvárruha. Őszinte magát, elmondott egy irgumburgumot, és így tértem magamhoz. Jelenleg, amúgy szerintem ezt tudni, Kandika, mert ilyen nem létezik. Kandi kamera. Ha, Kandi kamera. Ez nem kúp. Ne, szerintem ez a valóság. Mi? Már hogy lenne a valóság? Hogy tudnád testet cserélni? Ja, te mi van beled Harry Potter? Én is hallottam már hasonlóról egyébként.
Hát te túl sok mindenről hát, hallottál. Te már mindenről hallottál. Bárcsak az ajtó nyílnak, ez kiesni a faszomba. Mert te csak büdös vagy. De nem vagyok olyan tanulatlan, tuskó, fogatlan, narkos, igazákos kurva, mint te. Ebben ez ott egy pont. Ez mondjuk igaz, Erzsi, ezt letagadni nem lehet. Mert te mit végeztél az utcai egyetemet? Így van, mit végeztél, köcsög gyerek? Utcai egyetemen diplomáztál. Nem értek, moskos kurvául, nem értem. Én pont te beszélsz, neked kéne legjobban beszélni. Apa, miért mondjuk a néni? Azért, mert nyomorékok. Nem értek, moskos kurvául. Dugd be a füledet, jól ülik-e? Mondja ki, rúgdoslak innen hátulról. De kussoljatok már, nem látjátok, hogy van velünk egy gyerek, jaj! Így van. Jól vagy, ülik-e? Énekeljünk! Fekete tóba, anyához készül, Lengyelországba. Csip-csip-csóka, vakvarjúcska. Komám a szúj, kéreti a szekerét. Nem adhatom oda, tyúk a tűnök rajta. Így van, nagyon szép éneklés volt. Hát te mit ismersz, ha? Ragyó. Engem biztos nem, te gyászkereszt. Engem biztos első, nem. Van még az, hogy... Milyen dalokat ismertek? Búj, búj, zöld ág. Zöld levelecske. Nyitva van a csalatra, búcsak bújatok rajta. Így van, nagyon szép. Rajta, rajta. Leszakadt a pajta. Ebből nagyon szép, nagyon szép éneklés volt. Jó, öreg, azt mondani akarom, hogy én a Lilit fölnevelem, jó, és téged is ellátlak, de nem lehetne, hogy én leszek a keresztapja? De figyelj csak, fejezzétek be ezt. Megnézzük. Megnézzük. A keresztapukát. Na, oké. Lilike, mondjad. Bácsi. Milyen Jack bácsi? Azt, Jack bácsi. Nagyon jó pej. Kedvenc barátom, és sokkal jobb barátom, mint ti. Hülyék vagytok. Igen? Az jó, hogyha én a testedet karban tartom. Ragyó, fejezd már be buziskodás, légy szíves, jó? Tehát megint olyan ajtón kopogtatsz, ami nem nyílik ki, de nem veszed észre már évek óta. Ja, hát valóban menni kell, nem tudom. De valami én ízére. Tudom, hogy addig kopogja, még be nem engednek. Hát, az, nem, ez rosszul tudod. Újjázni az erdőbe? Kit kell megújjazni az erdőbe? Hát hogy beszélsz, Lilike? Lili. És akkor ne kurvajázzunk előtte, de gyereket tud. Mit jelent, hogy újjazni? Íjazni akar, mert nézte a izét, a Robin Hoodot. Újjazni? Íjazni. Íjazni, ja, mondom. Ja, ma megijedtem, nem íjazunk, nem íjazás. Íjazunk, más dolog lesz, más dolog. Itt is vagyunk, hál. De szép. Jó napot kívánok. Elég ijesztő helyen vagyunk. Ez tényleg, ez mi ez a beltenyészetes, a rakló? Jó napot, főnök. Jó napot! Elnézést, uram! Jó napot! A bábasszon ja. Keressük, jó napot! A sámán hölgyet, urat! Ott a vegyedek tudottal! Üdik az orkú, beszélhet! Ott fel a hátba, benn van! Jó napot! Erzsi beragadt a csomagtartóba, Lajos, te nem kérlek, hogy kienged a rák a gyomrod! Lajos, te hogy miért nem segítesz az összekos kurván? Jövök! Feldobjalak megint, akarod? Igen! Gyere, földoblak megint! Jó! Ne így dobálózzatok, pár bazd meg, normális vagy Joker? Hát? Feldobtalak! Dobáljalak még? Jó, amúgy nem vagy könnyű, várjál! Itt egyszer már volt a kitalálat. Felemelkedik! Jó napot kívánok! Kiskezű Joker! Jó napot, szia! Jó napot! Jó napot! Úristen, azt vigyétek ki! Segíts! Ez ne jöjjön be, geci! Transformers-eket ne hozzatok! Ki az a kis gyermek? Elnézést! Üldik a patkány! Helyt a patkány! Bocsánat, uram! Ne bántsad már az enyémé! Ja, elnézést! Igaz Optimus Prime! Öreg, gyere csak ide! Jó napot kívánok! Itt van a hal, gyere ide! Jó napot kívánok, Sáván uram! Üdvözlöm az összes kívülállót!
Elnézést, miben segíthetünk önöknek? Hát van egy kis probléma. Nagyon nagy szar került a palacsintába, pöldök. Így van. Te látja a kis hölgyet? Na ő nem hölgy. Látja a nagy urat? Na őse úr. Igen. Történt állítólag valami kandikamarás trükk, ami szerintem kandikamera, ő szerint valami történt. Rontást raktak rá, pőnök. Rontásokat. Itt a szegény kandikamera. Úristen. Segítsé, apjam. Mint hogyha hallottam volna valami hasonló ősi borsodi cigányátokról. Ez az lesz az. Hagyjad már potkány. Aha, hát ennek alaposabban utána kéne járnunk. Jó, akkor én magukra hagyom őket, úgy leülök hátra, jó? Csinálj a dolgát, sámán. Segítsen már, pöldök. Legyenek szívesek elmesélni a körülményeket, mi történt? Pontosabban? Figyelj csak. Szétáltunk a pávaj. Igen? Mondjad, Dilika, akkor mondjad, fiam. És jöttünk ide. És felhoztak autóbaj. Így van. Ma, mindent értek. Esetleg a kislánytestbe rekedt uraságom. El tudnál mesélni pontosabban, mi történt? Ez hajszára pontosan így történt. Ez az igazság. Apa, éljem a polcot. Most ne érde, gyere csak ide. Jövök. Mint hogyha... Igen, mondjad. Hallottuk az instrukciót, de semmi baj. Pőnököm. Ez csodálatos felfedezés. Zárd el! Zárd el az anakondát! Mondom, zárd el! Kisasszony, tegyél! A patkány itt megint begázik előttem. Ez benne van, srácok, hogyha valaki erre kihegyezi, ne legyél gonosz. Azt hiszem, tudok valami megoldást erre a problémára. Segítsével. Nem lesz egyszerű feladat. Mert? Mit kell csinálni? A bácsi baj, ez jó. Valami olyasmi kisasszony. Akkor így fogsz csinálni a csíbú csíba? Hát talán attól eltekinthetünk. Nagyon nehéz feladatotok lesz. Itt a drága testvéreim között kéne elhaladnatok, és letarhálnatok három ember cigivel, utána két hátraszaltó, és el kéne énekelnetek egy bulibárót. Ez az egyetlen egy megoldás erre az átokra. Tehát még egyszer kérjük cigit. Három cigit kell letarhálnatok. Majd egy hátraszaltó, mindkettőtöktől egy-egy. Majd pedig a bulibárót kérném szépen. Jó, akkor... Uraim, pöldökök, szálljon apám meg három cigivel. Mi az a hátja szó? Van valamelyik ők dohányzik? Segítsenek már. Kérdezed, vadd nálam, figyelj csak. Három szállal hajtsál már. Ne cigizd már a gyereknek a tüdejét, normális vagy? Add már kölcsön. Amikor felugrasz, és megpördült a levegőbe. Öreg, hát nem fogad, aszpás lesz a gyerek. Öreg, hülye vagy, ne cigizd már a gyerek tüdejét, normális vagy? Fejezzét. Van még időkapacitása. Figyeljetek pár ide. Tudod te, milyen érzékenyek ezek a csöpségek, amúgy mindent fölvesztek, baktériumokat, ilyeneket, azt akarod, hogy elpotkoljon. Lehet, hogy még az oltáson kapta meg kötelező, semmit. Köszépen, Erzsi. A kurva anyádok, te van neki cigit, normális volt. Joker, a rák kész a gyomrodat, pusztulj innen. Öreg, csak azért nem ütlek meg, mert a barátom vagy, és mert gyerek. Figyelj csak, Lilike, ne foglalkozzál belük, semmi baj. Ez akkor nem tudod hátja sajtózni, ha így csináljuk, táncikáljuk, az jó jes. Figyelj csak, itt a kis Lajoska, ő nagyon ügyesen tud hátra szaltozni, igaz, Lajcsika? Mutasd meg! Hogyan kell? Igen, figyelj. Megmutatod. Tessék. Nem tudok mégse. Figyelj csak, menjek ki, gyakorolj a shoulder kupacot. Azt hittem, hogy tudok. Erigyék ki pele. Talán lehet rá egy alternatív megoldásom. Igen? Melyik meg is az? Tudok rá! Wow! Igen! Mondja, melyik az, pőrököm? Azt hittétek mi, hogy nem tudok. Figyelj, úgy kell, hogy neki készülsz, kettőt előre lépsz, és ha hátra lendülsz, és a kezedet leteszed, a fő... Asszony, de ügyes vagy! Nagyon ügyes vagy! Nagyon ügyes vagy, Lilike, nagyon ügyes vagy. Ügyes vagy, Lilike? Sikerült letarhálni cigivel? Persze, adtak cigit, mindent. Hogy, de meg vagyunk.
Akkor megkérném híveimet, hogy álljuk körbe itt az átkozottakat. Öreg, a cumit nem adod ide nekem? Majd párja, mindjárt adok egy cumit. Csak... Adjál már 7 dolog. Nincs is most cumit, ahaha. Hát majd lesz, mindjárt. Sziasztok. Csak olyan bácsi. Szia kis fiú. Leod ide ezt, kösz szépen. Azt a kút, bocsánat. Igen, és akkor most mit kell csinálni pőnökök? Legyen szívesek, híveim, járjuk el egy cigánytárcot itt körülöttük. Mutassuk meg nekik a borsodi vért. Már azonnal is. Vonuljuk ki a belé, templom előtti térre. Na jó, hozzatok a zenét. Apa, megnézem, hogy táncolnak a bácsik. Nagyon ügyesek leszek, Lilike, vigyázz magadra, mert elkapott tőlük. Itt a prázisokat. Halljátok? Itt egy kenős DJ, rak már be az a bulibárót. Bulibárót még nem énekeltük. Én ennyit tudok abból, nem is tudom. Bulibáró. Bulibáró! Bulibáró! Murói lóló sem! Igen, talán megkönnyíthetjük. Számomra, álljuk körbe? Álljuk körbe őket, és mindenki vegye elő a legjobb cigánytárcát, amit csak tud. Elvégre a borsodi vér bennük jár. Az vagy te egy borsodi bér. Gyerünk, merjed! Na mizu? Hát én baszok, én már szélzagyra is táncolok. Hol a zene? Kérjük a bulibárót. Kérdezed neki, szúrjad az enged. Tibi, kösz szépen. Berakok már én. Hadd a zene nélkül mit törekél? Mit kell inni, bácsi? Én a bulibáró, sárom, dírom, dárom. Én merjed neki, piam. Tibi, Csaba, Zsabó. Ez az érzem, hogy működik. Én a babát irányítom, igen. Szorítsa meg a szelepet. Itt hangot meg nem ad rá. Maximum. Adjál rá még hangot. Maximum. Be kell menni, mert itt a varázslat nem fog hatni. Én is így hallok. Gyerünk befelé. Itt nem jó a varázserő. Most hova kell menni, pörnök? Erre, je? Nem fogjuk játni, bajás jatot.
Hát most mi van, sámán? Há? Kapdél, te jó! Kapdél! Azaz, de jó vagy! Tudod, mire volt, jó volt ez a tanci, apa! Tudod, mire volt jó ez, jó uram? Igen? Hát semmire! Hát akkor a rákegyek a gyomrodat, te szórakozol? De várj, a bátyja, legalább bulisztunk egy jót, nem? Legalább jól éreztük. Tomasz, kösz szépen az ezrest! Túl friss az átok, két nap múlva újra kéne próbálnunk. Talán akkor működni fog. Hát ez nagyon jó hangzik. Akkor most sajnálom. Nem jó, nem mentünk semmire? Sámán uram, jöjjön! Hát rájön! Hát mennyit valószínűleg azt kéne, már elharagudjon, de érez valami változást? Én hogy a passzomban, ne persze! Én igen, én érzek. Én nekem nagyon kell szarni. Azt hiszem ott szaladgál önkörül. A patkány kell megtiporni, az az átok, ha a rák egy akar gyomrát. A rák megeszi, akkor varázsolj vissza, passzopó! Ki fogom taposni a belét? Most mondom neked, ki lesz pusztítva. Ez nem a ratatú. Hát elkapod az éjszert, vigyázz. A patkányomat hagyjad békibe. A patkány szent állat. Patkány nem bánt. Mi volt? Ezzel az ember nem volt. Dilettás szarjankókat, menjünk a kecibe. Gyerünk a kecibe. Dilettás szarjankókat, kikérjük magunknak már. Joker, te normális vagy? Há? Há miért? De most miért? Hát most mondták, hogy valakit le akartál szopni közülük. Normális vagy? Hol akartam volna? Hát most mondta ez a sámát. Ez igaz? Ezt hülyeségeket beszél, nem tudja mi van, hát itt táncoltad téged, meg ilyenek, aztán jöjjük vissza két nap múlva. Mi ez? Faszom. Ilyenek a borsodiak. Na üljetek be, azt menjünk. Ügyém, hát. Figyelj már, Lalika, te akkor ki az autóból szálljon be a kisgyerek? Jó. Nem vagyok vakszemű. Én vagyok az. Gyerünk, bújjak, mi tartom a pasztuljunk. Két nap múlva találkozunk, igaz? Sámát, két nap múlva találkozunk. Gyerünk, sokoljam! Dögöljetek meg! Hazd meg! Öreg, miért nem segítettek rajta? Hát miattad, mert torszülött vagy. Azt mondták. A szomat mégis bekaptad. Hát összekeversz anyáddal, én biztos nem, az esetleg. Az a körfűrészpogú. Azt kapta be neked. Figyelj, csak akár, hogy kislány vagy, vagy nagyfiú vagy, öreg, fasz meg... vagy bármi, pofán csapnak és ledoblak innen a hegyről. Na most szebben, oké, egy kicsit bocsánat. Kérje bocsánatot, köcsög. Így van, kérje bocsánatot. Hogy beszélhetsz ide gyerekkel? Te büdös köcsög. Szart kiverem belőle, te passzopó. Még gyerek, gyerek így van, így van, az van. Csak gyerek vagyok. Nem látod? Jó van, mutass. Én elmegyek, húgyozok, megyünk tovább. Hagyjuk így. Á, Erzsi, ne nyomkodj! Á! Bocsánat, itt azért elég... Az oldalam, Erzsi! Elég szürreális a helyzet, és Lajos Erzsébet, ti egymással nem kéne megbeszélni bizonyos dolgokat? Hm? Vagy ti már túl vagytok egymáson? Úgy látszik, igen. Á-lá-lá! Srácok, nagyon szépen köszönjük voltak a mai streamen, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a szubokat, a lájkokat. Holnap találkozunk délután 5-től, nem RP-vel, aki nem szereti, az ott tud lenni. Ha érdekel, akkor jöjjön, ha nem, akkor viszontlátás. Mindenkinek nagyon szépen kösz, csá, szevasztok, nagyon jók legyetek ti, nagyon köszönjük a szubokat, a támogatást, a donétet, a szubcsetet, meg a lófaszt. Királyok vagytok, csá mindenkinek, és sziasztok, és hello, és sziasztok. És a modnézőknek is nagyon szépen köszi, és szia, és hello. És szia!